Rózsi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes kis témával készültünk, mert hogy egy internetes oldal, egy portál összeszedte azokat a zenekar kezdeményezéseket, amik hát tulajdonképpen csak nyomokban tartalmazzák az eredetit, és a cikk arról szól, hogy van arra remény, hogy valami jó süljön ki belőle a végén, a 10 legrosszabb feldolgozást, amit valaha hallottunk. Szerintem a feldolgozás nem jó, mert a feldolgozás az, ha hozzányúlsz egy dalhoz, és eljátszod máshogy, vagy ha idézőjeles, hát akkor más, máshogy. Hát ők ezek ugye, nem ugyanazok a dalok. Ezek nem ugyanazok a dalok, de mégis ugye különböző országokból összeszedték azokat a zenekarokat, amatőr zenekarokat, akik híres, hát tulajdonképpen világsztárok, nagy rockzenekarok dalait, vagy dalait játsszák, és ők ugyanazt próbálják eljátszani. Nem tribute zenekarok, csak iskolai bulikon, házi bulikon, fesztiválokon eljátszanak. Egy Red Hot Chili Peppers, egy Guns N' Roses, egy Deep Purple-t, hogy tudjuk, milyen az eredeti, hogy szó lesz, ha amatőr zenészek játsszák. És többen kérték őket, elsősorban barátok, hogy még várjanak az első fellépéssel, de ők nem hallgattak a jó szóra. Igen. Na, hát nagyon-nagyon-nagyon jók vannak. Nyilván közben várunk SMS-eket is mindenkinek. Az első szárny bontogatás, hogy milyen zenekarban játszott, mi volt, besültek-e, milyen dalt adtak elő, meddig jutottak, és mikor tiltotta be őket az iskola. Szerintem minden valamire való 14 éves legalább egyszer beül egy dob mögé, és próbál suli zenekart csinálni. Nem? Hát az nagy álom, egyrészt ugye a zenekarozás, másrészt meg nagy csajozás, mi a középiskolában csináltuk meg a Mikes Kelemen szakközépiskolában Battonyán az első zenekarunkat. Ja, azt hittem, hogy a zenekarnév nagyon tetszett volna. Mikes Kelemen? Ez egyébként lettél volna. És hölgyeim és uraim, a színpadon a Mikes Kelemen emlékzenekar. Igen. Milyen durva lett volna. Nem, a zenekar névig nem jutottunk el. Arra emlékszem, hogy gyakorlatilag erősítőink nem voltak, és egy videóton rádiós erősítővel lehetett az kapni. Két ilyen hangfalal, azzal hangosítottuk a zenekart, és az első dalunk az Edda Művek Kör közepén állok című dala volt, amiből annyit sikerült megjegyezni az énekesnek, hogy a kör közepén állok, a kör közepén állok, kör közepén állok. De ez jó, hát figyelj. És még mindig. És még ennyi volt a szöveget, tehát ide jutottunk, azt hiszem itt omlott. Saját szerzemény? A kör közepén állok. Ja, csak hát, ja. Itt, nem volt ilyen, hogy viszlátradostó, meg hasonlók. Új, nem de volt. Jó, új, de jó pedig. Na, megnézzük az elsőt, igen, kör közepén álló Viszlát Rodostó. Igen, szabadságharc emlékére. Red Hot Chili Peppers By The Way, szerintem mindenki ismeri a dalt. De így jó, hogy elmondtad, hogy mit fogunk hallani, hiszen akkor így beazonosítható lesz sokak számára. Igen, a következőt azt úgy csináljuk, hogy nem mondod meg, hogy jó, és nem mondom meg. Kitalálni. Jó, na figyeljetek, így szól az első, ez ugye tulajdonképpen egy suli zenekar, és azért érdekes a videó, írja ez az internetes portál, mert egyébként tényleg megérkezik a videó közepén egy tanárnő, aki belép, látszik a döbbenet az arcán, és próbál a pogózó diákok között rendet tenni. Így szól az, ha hát nem kellő kezekbe kerül egy dal. Az énekes nem ez rossz. Ez egyébként nem rossz. Vigyed. Aha. Aha. Nézd meg, a közönség zabálja. Szeretik. Hárman állnak, és a csávó őrjön be színpadon. Csucsa! Ez az eredeti szöveg is, ki tudja? Igen, hát hasonló. Ez egyébként még egész jó. Na, ez még egyébként nyomokban tartalmazza. Igen, ez, igen. Még, ez még nyomokban tartalmazza a dolgot, jó? Mutatom a következőt, ami kicsit ismertebb lehet. Figyeljetek, ez így szól. Itt arról van szó, hogy elkezdenek valamit keresni a színpadon, és nem érted, hogy hangot. Nem érted, hogy mit keresek. Ennél sokkal durvább, keresik az énekes a szöveget, mert nem tudja, hogy hova tette. Ez zseni. Mutatom a dalt, próbáljátok felismerni, hogy mi lehet ez, figyelj. Ez már az, hogy még csak hangot. Keresi a szöveget, figyelj. Már próbálna énekelni, nem találja a szöveget. Nincs mikrofonjában hang. Aha.
dobos meg a basszus még kitart. Nem volt meg a kezdő, hogy mi ez? Hát ebből? Hát hogy nem. Keresik a szöveget. De ő, ez egy fellépés, tényleg? Ez? Tehát vagy ez egy próba? Ez, ők egy zenekar. Ők egy zenekar, és ez a dal. Mi az eleje? Mutasd még egyszer, ha letört. Hát szerintem jön a riff, és akkor ott megismered, figyelj. Nincs meg a szöveg. Nincs meg a szöveg. Hátra megy az énekes. Keresik a dobostól, kérdezik. Nem tartozik a rock történelem legbonyolultabb szövegű dalai közé. Előre néz a zenekar elé, a közönségtől kér szöveget. Nincs meg, hogy mi ez? Hogyne, dehogy nem. Persze, hogy megvan. Füst a víz felett, tízszerte. Na figyelj. Itt abban marad a koncertben, nincs meg a szöveg. Hát, megőrül. Nagyon jó. Figyelj, következő. Figyelj. Már megy. Hogy szól? Dobos kolléga, nincs helyzet magaslatás. Senki nincs a helyzet magaslatás. Ugye ez a Survivor. Eye of the Tiger, mindenki ismeri a dal. Na, jó. Zseniális. Ez olyan, mint az én angolom. Nem szabadna kiállni. Sem nem reális. Szabadna ezzel kiállni. Ő mosolyog folyamatosan éneklés közben. Miért ilyen a hangja? Mintha a videó is érezte volna ebben a pillanatban, ugye, ebben a pillanatban lefagyott. Gyerekek, döbbenet. És az a helyzet, hogyha szembesíted az ilyen előadót ezzel a teljesítménnyel, akkor tökre azt mondja, hogy ne, hát nézd meg, milyen jók vagyunk. Igen. Ugye? Ha igen. Hallgass, ha hallom. Ott volt. Na. Mennyire ott voltok már? Hallgass, hogy te? Mennyire tetszett már mindenkire? Nézd a kezét a csávónak, hogy lejátsz a figurát? Ez ha. A legnőbb. A figurát, ha. Hozom a figurát, figyelj, hozom a figurát. Még két saját dal is lemez. Figyeljetek, itt a következő, figyelj, nagyon jó. Ez is koncert egyébként, megtörtént, és hárman vannak a koncerten, érthető, hogy miért hallgass, figyelj. Ez milyen hangszer? Szerintem szintén nyomják. Ugye mindenki tudja, Europe? Nem. Ez száj szintetizátor. A fújós száj szintetizátor. Azért a gitár szóló meghallgatnám. Jön az ének. Hogy te úristen. Ugye, atyom kéne ütni. A gyerek Joey Tempest. Te, tényleg. Atya isten. Figyelj. Refrén, figyelj! It's the final countdown! Hogy még csak véletlenül se, annyira tiszteli a hangot, hogy nem lép rá. Mi ez? Saját magadat jön vissza, igen. Óriási, a csordamokkal egy ember, és az is az érdekes. Figyelj, emberkínzás. Na jó. Nem, a refrén még egyszer, figyelj. Azt várjuk meg, azt nem bírom elengedni. Figyelj. Kezdek a magasba. Milyen egyszer így a Európa elnyomná? Hát figyelj. Megölnék őket. Szerintem 8 után hallgassuk meg az egészet, csak kinek utaljuk majd a jogdíja. És az utolsó, az én nagy kedvencem. Figyeljetek. Ez innen indul. Figyelj, megőrülsz. Hangolnak egy picit. Csak egy kis hangolás. Aha. Nagy közönség zaj nincs nagy itt közönség, se. Nagy közönség, stúdió. Ez egyébként stúdióban vannak. Figyelj, dobos. Ez konkrétan, mit a mi csinálnánk, Jani. Tehát én gitározok, te dobolsz. Figyeld a dobot. A dobot hallgass meg. Figyelj, mennyire mellé üt. Figyelj. Basszus! De
legalább a tempó egyezne. Most azon, hogy fáradnak az ujjak rettenetesen. És a dob tök másthoz. Igen. Semmi köze volt. Három ember három különböző dolgot játszik, de egyik se a Guns. Tényleg kifáradt. Elfáradt. Itt már nem ismernél fel. Dobos belassulj. Figyelj, én imádom. Hát ez nem lehet komoly. Egyértelmű, ez a legjobb. Állnak meg, figyelj, lassulnak. Igen. Csak itt már most mit csinál, hogy? Á, gyerekek. Figyelj, én ezen sírtam, mikor meghallgattam. És el is fáradtak, hogy vége is. Tessék? Á. Ja, még ne. Jön a szóló. És áll a közönség, azt tudod, és nem kutya. Hiszi el, hogy mit hall. Ők az utolsó. Kezd kipusztulni a dolog. Egyre jobban. Egyre jobb a pusztán. És ők azt nem írják véletlenül, hogy ők azért mentek be a stúdióba, hogy rögzítsék? Vagy csak ott próbáltak, és közben valaki fölvett? Ők nem, ők most gyakoroltak. Tehát, aha, hogy ebből lesz majd az összes többi koncert volt, ők itt stúdióban. Nem, ebből lesz majd az, akkor ezt ne. Hát az a baj, hogy nem lesz, ha érted, hogy nem lesz belőle, akkor ezt ne. Akkor ezt ne. Atyaisten. Még egy kicsit? Na jó van. Jó van, na, várunk mindenkitől koncertes, illetve nem is pontosabban koncertes, zenekaros élményt, jó? Hogy mit csináltatok, ki mit csinált, kinek mi volt a feladata, meddig jutottatok, és mi volt az a dal, amivel esetleg színpadra álltatok, és rettenetes nagy beégés lett a vége. Gimnázium, szakközépiskola, nyilván a kezdeti szárnybontogatás. Hát ott igen, egy illésig jutsz, egy felkelő napházáig, lejössz a színpadról, és lehet, hogy soha többet nem akar zenélni. Amikor az első fellépés a búcsú buli is egyben. Igen, igen, az első és az utolsó. Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és nagyon sok SMS-t kapunk, ugye kezdő zenekari élményeket vártunk méghozzá. Olyanokat, akik ugye hát föloszlottak, illetve nem jutottak túlságosan sokáig, játszottak egy suli zenekarban valamikor, de aztán föloszlottak, és végük lett. Hát nagyon helyes SMS-ek jönnek, előtte még egy-két reakció arra, amit beadtunk. Fülhallgatón keresztül hallgatlak titeket a buszokon. A buszon úgy szakadtam ezeken a bejátszásokon, hogy majdnem a kezembe maradt a kormán. A gépés utasok azt hitték, hogy megzakkantam. Ezt Szatyi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Minden szembejövő láttam, hogy benneteket hallgat. Lecsó küldte. Sírok a Gánztól, félre kellett állnom az autóval, írja Rob. Hát lesz még egy finomság. Lesz még egy finomság, igen. Egy-két SMS csak, hogy kinek hogy sikerült egyébként a zenekara. Még egy, bocsánat, előtte sétálok Győr belvárosában, nézek magam elé, szembe jön egy szép lány, próbálom felvenni vele a szemkontaktust, már csak egy mosoly erejéig is, erre hangosan felröhögök, amikor benyomjátok azt a förtelmes Guns N' Roses feldolgozást. Nem tudom, mit gondolhatott szegény lány, írja Tibi. Na, és akkor egy-két zenekaros SMS. Ritmus gitároztam egy Guns Tribute bandában. Az első fellépésünk után a mosdóba voltam, amikor odajött hozzám egy részeg középkorú motoros, megfogta vállam, és azt mondta, nagyon jók vagytok, sose hallottam még ilyen profin előadva a pokolgépet. Nekünk a gimiben volt egy rap bandánk, úgy hívták Funky Seggű Srácok. Annyi önkritikánk azért volt, hogy az első gimis koncertfelkérés előtt gyorsan feloszlottunk. Nem, ezt meg kellett volna csinálni, egyen túl kell lenni. Egyet meg kellett volna. Igen, egyen túl kell lenni. Van egy hallgatónk is. Levi, hello Levi, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, na hello, neked is volt zenekarod? Hát a zenekarnak annyira nem nevezném, de gyakorlatilag egy miskolci reformáció volt, 4 tag volt benne. Most név szerint ne említsek mindenkit. Persze ne. Nem biztos, hogy örülnének neki. Hát a lényeg az volt egyébként, hogy 4-en voltunk ebbe az óriási reformációba, csak az volt a gáz, hogy az egyik tag hadart, a másik pedig össze volt. Ne! Hát erős csapat volt. De erős ők csak zenéltek, volt. Vagy ők beszél, énekeltek, rappeltek? Nem, ugyanúgy rappeltek ők is, aha, de az én az egészben, hogy volt fellépés, illetve egy albumot is sikerült összehozni egyébként ezzel a formációval. Lett egy albumotok? Hát tudod, ez most ilyen otthon felvett, ilyen
saját kis honvéd stúdiózó. És ki énekelt? Az ének, a Pössze vagy a Hadaros? Mind a kettő repelt egyébként. Nagyon erős lehetett. Igen, tehát ilyen S betűknél meg Z betűknél folyamatosan effektálnünk kellett, mert gázos volt, nagyon a dolog. És te mit csináltál ebben a zenekarban? Ugyanúgy rep. Na, valamit mutasd, egy sor, tényleg. Na, miről repeltetek? Gondolom a gettó, a nyolcadik kerület, a nehéz élet, a hányatott sorsú gyerekkor, gondolom erről, nem? Vagy miről szóltak a dalok? A nyolcadik kerületről pont nem, mert ez egy miskolci forgató. Az Avasi telepen lakunk a srácokkal, folytasd. Kb. Köszönöm. Ez a dolog volt, úgyhogy nem erőltetnék nagyon, sőt, valahol el van dugva ez az album, de nagyon mélyen. Ne, ha megvan, akkor egy dalt küldj már. Valaki küldj már, de belehallgatunk. De várjál, lehet, hát különben emlékszem, volt egy betét az egyik srácnak, aki pont össze volt, és emlékszem, volt egy olyan rész, hogy a varázsszőnyek ízik, na most a íz jött ki mindig. Ízik. De a varázsszőnyek ízik. Nem tudta kimondani, és kb. Másfél napig vettük azt a részt. Valaki milyen jól szórakozik ezen. Ma ki van még ott? Ki van még ott veled? A kicsi feleség, kicsi gyerek. Ja, hallgatják a régi történeteket. És most már feladtad, tehát nem zenélsz? Hát most éppenséggel rádiózok, de mindegy. Tényleg rádiózol? Komolyan? Aha. Hol rádiózol? Hát Miskolton az egyik FM rádiónál vagyok. Ez ilyen félig meddig program szerkesztő, meg ilyen mindenes. Komolyan? Reggel? Aha. Reggel? Nem reggel, mert akkor nem tudnánk beszélni. Nem reggel, mert akkor nem tudnánk beszélni, de délutáni műsor, vagy esti műsor? Nem, délutáni, meg esti zenei műsorok. Ott van a Szamóca is? Nálatok a Vétekből a Szamóca? Ő is valami miskolci rádióban dolgozik most talán, azt hallottam, nem? Nekem új hír. Aha. Lehet, hogy hülyeséget beszélek. Nem Miskolc és nem Szamóca, de aha, minden más egyébként. Ja, a rádió, minden más tényleg. Igen. Na jól van, köszi, hogy elmondtad. Jó munkát akkor neked. Köszi, sziasztok. Köszi, ciao. Nekünk volt egy zenekarunk, de az első próba előtt a két tagunk összeveszett a banda névválasztáson. Máig nem beszélnek egymással, és a zenekar feloszlott. Annyira helyes sztori egyébként, de tényleg, amikor azt hiszed, hogy elindulsz a világhírnév felé, és valakinek a szobájában egy csörgődobbal, egy dobgitárral, meg nem tudom, egy háromlábossal próbáltok. Sikeresek leszünk, igen, és gazdagok, és a világ még, és még mielőtt bármi történne. Jön a legnagyobb akát, kasz, hogy nem férnek egymás mellett meg. Mi legyen? Az egók. Igen. Miért baj az, hogy Pössze D. Nagy Lajos is sztár lett, írja valaki. Egyébként a részegen kivisz majd haza. És mekkora dalokat írtak a bikinivel, nem? És hát a Lajos híresen Pössze, de hogy jól áll neki ez a szexepíje, és zseniális dalokat írtak. A mi zenekarunk három koncertet élt meg, írja egy hallgató. Egy bemutatkozó, egy jubileumi második és egy búcsú koncert. De egyben volt három. Tök helyes. Tök helyes, nagyon jó. Nekünk 13 évesen haverokkal volt egy punk zenekarunk, Torz néven. Első koncert, ahova meghívtak fellépni, anyámék nem engedtek el. Lázadó punk vagyok, anya, elmehetek koncertet? Nem, és okay. Hova takarodj a szobádba. Előbb a tanulás. Menj be a szobádba. Oké, okay, akkor megyek. Előbb a tanulás, igen. Jaj, Bali, annyi SMS-et beolvassátok már, hogy lassan meghívhatnátok a műsorba, Szatyi. Szatyi nagyon túlvezérelten küldi az SMS-eket, igen. A zenekar első koncertje előtt 20 perccel az énekesünk bejelentette, hogy nem tud fellépni torokgyulladás miatt. Lenyomtuk a bulit úgy, hogy a dalok egy részét a dobos, egy részét én énekeltem. Gitározás mellett. A Smoke on the Water-t instrumentálisba toltuk. Aha. Na, és akkor a végére. Egy kis, hát hogy is mondjam, unikum. Egy csemege. Egy hallgatónk elküldte nekünk, hogy hallgassuk meg, hogy mit tud a Queen japánul. De egy japán zenekar előadásában. Ja, azt hittem, hogy a Queen énekel japánul. Hát figyelj, ezenbe sírtok. A dalcímet nem mondom meg, jó? Jó. Csak hogy éneklik japánul, gondolom egy japán tribute zenekar. Aha. De hogy miért nem angolul énekel, az egyébként rejtés. Hát, értsék. Helyiek. Kevés japán beszél angolul, biztos, nem? Na de hát egy tribute zenekar, vagy mondjuk egy Toto, vagy egy Guns tribute zenekar, és a Switch-ot elnyomod magyarul? Azért az elég furi. Na, hogy szól a Queen japánul? Fél, besírtok. Gyönyörű. Mekkora zongora téma, nem? Figyelj, megőrültek. Gyerekek, egyébként jó? Várjál még azért. Aha. Eddig volt jó. Haji Meta.
Ru-ru-ru-ru. Az egyezik. Nem annyira rossz, nem rossz egyébként tényleg is. Ha ér mások igen. nyelvén nevetni, akkor itt figyelj, ugye... Figyelj, mi most. Na, ezt még hallgassuk meg, figyelj. Hitorito otokoro. Tamagotchi sake. Figyelj. Harakiri. Figyelj. Teki a vokán rendben van. Én elmennék egy ilyenre. Komolyan, jönnének az arénába japánul. Ne. A zúzás meghallgatjuk. Figyelj. Na. Szenetet. Hát itt jött volna. Na jó. Morning Show. Morning Show. A Klassz FM. Tankönyv ügyben vannak fejleményeink, és vannak srácok. Vannak őrszemeink. Feri is tankönyvfelelős, ha hoz valamit az iskolából, óvodából. Te is ugye tankönyvfelelős vagy, ha virág kezébe akad valamit. Így van. És hát mostanában az oktatás és az átalakult tankönyv irodalom, az mindig ad okot arra, hogy kicsit szemezgessünk tankönyvekből, mert szülők is, hallgatók is, és hát ti is találtok különböző érdekes dolgokat tankönyvekben. De így van, ugye? Hát és nem is tudjam, hogy hol kezdjem most. Annyi minden összejött az elmúlt hetekben. Ráadásul ugye mi kim voltunk Afrikában, úgyhogy egy pár dologgal nem szembesülhettünk. Hazaértünk akkor. Egyik a másik után csak jönnek, és fantasztikusabbak, szórakoztatóbbak. Most csak a legfrissebbel kezdeném. Na. Egyik kedves pedagógus ismerősünk hívta fel a figyelmet. A mi tankönyvünkben, a mi alatt azt értem, hogy a hatodikos irodalom olvasókönyvben található egyik ilyen kis szőszenetre, ami Kőműves Kelemen népbaladájához kapcsolódik. Ugye tudjuk, félvék a ezüstért, félvék a aranyért, egy alvállalkozó bevállalta, hogy Magos Déva várának a felépítését. Ez a klasszikus körbeszámlázás, ami most az építőiparban egy időben ment, ez már ott megjelent. Ennyi. A műben már megjelent, igen. Ennyi, aztán kötőanyagként felhasználta ugye a kedves nejét is, és akkor így meg is maradt már a vár, ami addig mindig összeomlott. És a lényeg az, hogy ehhez a nagyon szép kis baladához, népbaladához kapcsolódik egy ilyen kis mellékzönge, amiben az abban felrejlő ilyen jelenséget próbálja meg egy picit boncolgatni az író. Nincsen odaírva alá, hogy ki volt az, aki készítette ezt a kis szöveget, de gyakorlatilag... Nyilván nem vállalja. Hát egyébként így most így párszor végigolvasva lehet, hogy ez a megoldás. Rögeszmék mániek vesszőparipák, ez a címe a kis szösszenetnek. Még egyszer mondom, hatodikos irodalom olvasó könyv. Idéznem kell belőle szó szerint, mert ez nagyon fontos így, hogy lássátok, hogy miről is van szó. Azt mondja, hogy Kőműves Kelemen is társai rögeszmésen ragaszkodnak tervük valóra váltásához. Ugye, ez idáig magyaráz egy történetet. Dacolnak a természettel, szembeszállnak a fizikai törvényekkel, stb. Egyszerűen fantasztikus. Senki nem szeretne más típusú alvállalkozót egy házépítéshez vagy egy várépítéshez, csak olyanokat, mint Kőműves Kelemen. Ám de, ez a megszállottság igen veszélyessé és kártékonnyá is válhat. Ez is jó, én ezt is szeretem, mert figyelmeztet, hogy ne éld bele magad, tehát ne told túl, mert nem lesz jó vége. Így van, itt már felselik a dámai vég. Azt mondja, hogy gondoljunk csak a nagy világhódítókra. Itt már elkezd egy picit így az ember így, egy picit így összezavarodni. Már egy hogy picit is, fura, hogy igen. De, hogy is jönnek ide a világhódítók? Nagy Sándor, oké, rendben. Julius Cézár, oké, hát ő is nagy világhódító. Attila, meg, picit meg is dobban a szívük. Napóleon, így van. Vagy Adolf Hitlerre. Na. Oké, na itt már egy picit az ember összezavarodik, hogy hogyan is tudunk vonni mondjuk párhuzamot Adolf Hitler és Nagy Sándor között, de még itt nincsen vége a történetnek. Hány és hány embert falasztak be nagy tervük falába? itt már jön egy kis homály, egy kis zavar, és hány és hány család hambaiból épült föl, hatalmasnak szánt alkotásuk teszi fel a kis szösszenet írója a kérdéseket. Oké. És a következő kis bakugrás következménye mi? Hogy mi, szülők is valahogy belekeveredünk ebbe a dologba. Számos szülő ragaszkodik hozzá, hogy gyermekéből nagy embert faragjon akkor is, ha nincs meg a fia, lánya tehetsége hozzá. És bele van a keverve a gyerekek is, és számos gyereket is ismerhetünk, aki egy-egy hóbortos vágyáért mindent odavet, az összes játékát elcseréli, csak hogy egy divatos holmit megszerezhessen.
Értitek, srácok? Mi van? Tehát, hát, hogy az egész teljes. Az a nagy helyzet, az a nagy helyzet, ebből hogy most semmit nem értem. Az a nagy helyzet, hogy a nagyra vágyó gyerekek, a nagyra vágyó szülők belesznek falazva. Belesznek falazva, és olyanokká válhatnak, akár, mint Adolf Hitler. Aha. Ez a tanulsága a kőmíves Kelemen nép balatának. Tehát, így aki gyerek, gyerekkorban játékot cserél divatos ruhára, felnőttként később a gyerekét kényszeríti a jó tanulásra, az tömeggyilkos lesz. Jól látom? Pöde. Mi van? Mi van, gyerekek? Én leestem erről a lóról. Tehát Adolf Hitler, mint nagy hódító, mint nagy Sándor, meg Cézár és Hitler. Igen. Már ez, is ez egy kicsit sándít. Pici döcögős a párhuzam. Egy kicsit döcögős a párhuzam. De az, hogy a végére eljutunk gyakorlatilag oda. És ha te teljesíted hogy te szülőként, hogyha szeretnéd, hogyha a gyermeked valahonnan, valahol eljusson, és tanuljon jól adott esetben. Legyen jó vagy, sportoló. Vagy legyen jó sportoló. Vagy hogy az élet valamelyik területén váljon sikeressé, és te ebbe az irányba őt mondjuk szeliden elkezd tolni, akkor te adott esetben olyanná válhatsz, öcsém, mint Adolf Hitler. Jézus, Atya Úristen, tehát a nagyra vágyó szülő, aki nagyon tolja a gyerekét, az akár olyan lehet, mint Adolf így Hitler. Van, így nem van. Csak a szülő, a gyerek is. És a gyerek de is. Ha nem figyelsz oda a gyerekre, és azon veszed észre magad, vagy azt veszed észre, hogy a gyerek elcserélgeti az ajándékait, a játékait, a kedvenc kis tárgyait, azért, hogy valamilyen méregdrága, divatos csecsebecsét megszerezhessen, akkor ő is olyanná válhat. Gyerekek, ez agymosás, kemény. Nem? Ez nagyon kemény. És ez a tanulságát építi bele egy hétköznapi dologba? Aha, tehát megpróbálja a kőműves lefordítani, hogy miről szól. 2014-ben erre tanít meg minket. Aha. A kőműves Kelemen népballada. A nagyra vágyásra, ugye az volt a címe? Nagyra vágyás. Rögeszmék mániák veszőparipák. Vesző, érted? Uh-huh. Tehát, hogy ezt próbálja elkerülni. Én kezdek mellé állni. Uh-huh. De akkor Julius Cézár, vagy Néro, vagy Nagy Sándor, vagy Hitler. Néro nem, mert Néro még passzolt volna, ő nem kerülhetett bele ebbe a csapatba. Akkor Julius Cézár, Nagy Sándor és Attila. Adolf Hitler. Attila cserélgette a játékait? Igen. Ezt nem írja. Nem keveset. Hogy igen, ez így hogy? Hát ez egyébként döbbenet. Én tudok arról például, hogy Attila elcserélte a puszdráját, a szabjáját. Egy lányzsára. Meg egy pajzsra. Nem egy ustorra. Tehát ne akarjál túl sokat, te gyerek. Ne törjél nagyon előre, mert pórul jársz. Vagy ez most már csak egy ilyen 40-es gondolkodás, amiben mi így torzítjuk a valóságot. Nem egy diktátor lesz belőle, aki vérbe borítja egész Európát, sőt az egész világot. Most jó Isten. Igen, most arra hívja fel a figyelmet, hogy diktátor leszel, vagy arra, hogy úgy jársz, mint kőműves Kelemen. Mert azt például nem érted. Ugye, hogy nem érted? Nem, mert kőműves Kelemen... Ne akarja sokat, mert befalaznak. A kőműves Kelemen azért többé-kevésbé megmánta azt a tettet, ugye? Igen, csúnyán hogy, a végén. Hogy kötőanyaként használta föl a kedves nejét, de ugyanez mondjuk Adolf Hitlerről lemondható. De ezt mondja az íromány, hogy ne falaszd be későbbi feleségedet? Ez nem, ugye? Ez nem. Megtaláltad a fogást. Tehát az a bajom, hogy nem értem, hogy most akkor melyikre hívja fel a figyelmet. Én az egészet nem értem, hogy kinek áll a fejében össze ez a történet. Uh-huh. Így. Ez a virág hozta, hogy beszéljük át a leckét, nem és akkor ezt így elöbb. Ráadásul egy pedagógus ismerős jelezte, hogy van egy ilyen kis anyag ebben a bizonyos olvasókönyvben is, hogy uh-huh. Hát nem biztos, hogy itt ezzel lehet nagyon azonosulni. Ez érdekes egyébként. Ugye volt egy felhívásunk, hogy bármelyik szülő, aki hallgat minket és lát, tapasztal az elsőső könyvében egy megoldhatatlan matek feladatot, a hatodikos irodalomkönyvben valami olyat, akkor küldje el nekünk nyugodtan, mert imádunk a mostani tankönyvekből picit szemezgetni, hogy ugye a Morning Show @klassz.fm.hu-ra nyugodtan fotózza ki azt az egy részt, oldalt, és küldje el ennyi. Nekünk, hogy mit talált a gyerek tankönyvében. Ezt ehhezen tudom ezt most így értelmezni. Ugye, értem, ugye nekem nehéz. Ez nagyon korán van. Na de azt hiszem ez 9 után is jó, de egy könnyű matek feladattal én szerintem fel tudom oldani. Van, találtál? Hogyne, te, hát figyeljetek, hát csak nézzetek rám. Hányadikos tankönyv, azt mondom. Rát a Ferinek ugye asztala, neked se lesz nehéz, nekem sem. Na, nekem minden matek feladat nehéz. Következő. Azt mondja, kísérleti matematika könyv. Márti és Lívia... Kísérleti matematika, hello, hát azért az emelt cím, nem? Aha. Mi az, hogy kísérleti matematika? Azt tudom, mi az alkalmazott matematika, de mi a kísérleti matematika? Nagyon kísérletezel megoldani a feladatot, tudod? Ja, hogy a gyerekek kísérletezve oldják meg a feladatot. Igen, de ez a kísérletet tehetsz arra, hogy megold a na, feladatot. Írjuk. Na, figyeljetek. Tehát, Márti és Lívia játékpénzzel játszottak. Márti és Lívia, ML. Igen. Márti pénztárcájában
73 euró volt. De modern, apám, hogy euró van nála, érted? Hát bizony. Ez tök jó. Euró. Hát de tudtom, ma még nem vagyunk azért a monetáris unióban, vagy már benn vagyunk, külföldre. És átaludtam egy 30 évet. Mi történt ma reggel? Nem, hol vagyunk? Külföldre dolgozik, ja, meg, és onnan, mert az EU-ban lehet ilyet. De legyen euró, tudják mi jó. Az euró, legyenek kicsit, hogy kozmopoliták, nincs a szalba. Igen? Márti pénztárcájában 73 igen. Euró volt. 70. Igen. Líviának adott belőle 7 eurót. Így van, ugye? Euró. Így van. Itt pontosan írtátok? Ugye aztán valami rossz eredmény jöjjön ki a végén. Igen. Igen. Oké, okay. Jó. Hány forintja maradt Mártinak? Hát ez könnyű. Nagyon, de... Jó, igen, könnyű. Könnyű valóban. Nem most olyan büszke vagyok, hogy én ezt értem. Tehát én most úgy megkapaszkodtam, tudod, mert azt hittem, hogy becsavarodok valami. Nem, elsőbb. Szerintem nem érted. De, tehát 73-ból el kell venni hetet. Nem, igen. Még egyszer figyelj, nagyon az ördög a részletekben rejlik, ahogy szokták mondani. Okay. Márti jó. Pénztárcájában 73 euró volt. Márti? Líviának adott belőle 7 eurót. Igen, Márti, hány Lívia. Forintja maradt Mártinak? Hát de hát akkor, tehát ez egy klasszik valuta váltási feladat. Hát, nem? Már benne van. Mondhatni, igen, csak... Hát milyen árfolyamon, Matolcsi úr? Milyen árfolyamon? Délután 2-kor, este 6-kor. Középárfolyam. Pénzügyminiszter úr, milyen árfolyamon utcai váltjuk? Utcai valuta váltónál? Igen, MNB. Hol váltjuk? Hol? Mi? Érted? Hát ez egy jó kérdés egyébként, mert most éppen 304, most napvégére tegnap visszagyengült majdnem 306-ra, tehát hogy ez így mozog azért nagyon. Ráadásul, ha jól tudom, akkor ez a feladat ez úgy arról szól, hogy egyjegyű szám kivonása két jegyűből tizedes átlépéssel. Tehát nem 69-ből mozd ki négyet, mert az ugye nem tizedes átlépés, hanem ugye az kell a kisdiáknak... Ez a baj, meg kicsit tehát, kérlek, hogy ne is alázzál meg azért nagyon, mert ha ilyeneket mondasz, azért kezdek berágni. Nem, ez a kisdiákoknak való hát feladat. Hát 73-ból vegyél hetet. Hetet, igen, de ezt hivatalosan úgy mondják, hogy egyegyű szám kivonása két jegyűből tizedes átlépéssel. Te rohadt, te személy gyerek, te gyerekkínzó, miért kell így fogalmazni a gyereknek, hogy egyegyű szám két jegyű átlépése tizedese. Öcsikém. Nem, tizedes átlépés két jegyűből, de mindegy. Vond ki a 73-ból a hatot, mondd meg mennyi. Na. Úgy van, ötös. Mi ez a szakzsargon, hát amit ilyen te és agyon terrorizálnád az első gyerekeket. Nem tudom, hogy vagytok, én nem gurigázok csak így össze-vissza mindenféle eurócentekkel, úgyhogy én nagyon hiányolom a tizedes vesző utáni részt, és itt a megoldás a 73-7 egyelő után van, kettő, azaz kettő darab rublika, hogy beírjam a végeredmény. De hol vannak az eurócentek, gyerekek? Ilyenkor. Na de nem is jön ki, mert ha mondjuk hát, 73-ból, nem is tudod beírni, mert 73-ból elveszel hetet, akkor marad x-ed, azt megszorzott 304-jel, abban már nagyon sokat marad. Tehát hogy... ő itt az euróra lenne kíváncsi, hogy hány eurója maradt. És a kérdés, Mártinak. Hogy hány forintja? Hány igen. Forintja maradt már? Hát jó, elírás. Jó, na! Jó. Oké, legyünk elnéző. Hú, gyerekek, én már látom. Nekem vannak barátaim, akik elsős a gyerek, figyelj, iszadnak. Picit. Múltkor átküldött az egyik egy olyan matek feladatot elsősként, hogy fess be a kerítést, ami ilyen, a vékonyat barnára, a szögleteset feketére, háromban nem tudták megoldani. Így vakart a fejét, és átküldte nekem este 8-kor, hogy nézd már erre a matek feladatra, megtudja, hogy hülye vagy, nekem küldöd. Én elsőtől korrepetálni fogom saját magamat a gyerekkel együtt. Nem tudta megoldani. Egyébként egy rajzos feladat volt. Figyeljetek, én azt látom, hogy egyre magasabbak a követelmények, egyre nagyobbak a kihívások. Nekem az euróval nincs bajom. Nekem az tetszik, nem? Jó. Tudja, mi az euró, tudja, hogy van egy unió, tudja, hogy az egy közös fizetőeszköz. Tehát ezek jó dolgok. Ez már sokkal inkább az életre nevel egyébként, és arra, hogy te hogy tudsz váltani, hol tudsz váltani, mennyi, mikor lesz nekünk eurónk. Tehát nekem ez például hiányzott sok helyről, hogy olyan dolgokat tanulsz az iskolában, amitnek aztán később nem veszed hasznát, ennek már sokkal inkább. De azt én forintra váltanám egy 304-es szorzóval azért, és az nem fér neki a két rubrikába, tehát kemény. Hát bizony. Igen. Ez van. Azt gondoljátok, hogy ja, ez a Tibor. Igen, azt várjuk meg a 9-et, hogy és, de van. És most végezetül jöjjön egy fantasztikus tanmese, ami nálam hetek óta, nagyon két hete a favorit, amiatt az egyik kedves hallgatók elküldte, nekünk nagyon tetszik. Ez azt a címet kapta a keresztségben, hogy a makacs gyermek, ezt sajnos meg kell hallgatnotok, de nem fogjátok megbánni egyetlen pillanatát sem. Így a makacs gyerekből már azt mondod, hogy milyen jó, mert nyilván majd tanul a gyerek belőle, meg te is. Ez virágé, vagy elsősé, vagy kaptuk? Nem, ezt kaptuk. Egyik kedves hallgatón küldte el nekünk a webmailünkön, nagyon szépen köszönjük, a jövőben se. Mondjatok le erről a kis lehetőségről, mert fantasztikus csemegékkel láttok el minket. A makacs gyermek. Ez egy tanmese? Ez egy tanmese. Arról, hogy milyen a makacs gyerek. A makacs gyerekek, ezek ilyenek, majd meglátjátok milyenek. És hogy járnak.
Volt egyszer egy igen makacs gyermek, anyjától örökké szófogadatlan. A jóisten emiatt nem lelte tetszését benne, betegséget hozott rá, senki orvos nem segíthetett rajta, és hamarosan halálos ágyban fekszik. Ó! Oké, na hát jó, kezdő hát azért. Figyelj, az első ezek két a három mondatban... perces meséimhez hasonlítanak, én ezeket nagyon szeretem. Az első két mondatban már gyakorlatilag elhálálozik a főszereplő, de se baj, és a jóisten megbüntette már, hogy ő milyen makacs volt. Mikor pedig leeresztették a sírba és betakarták földdel, kicsi karja egyszerre csak előbújt, magasra nyúlt, de és ha visszadugták a friss földet... Várjál már, tehát a halott gyerek kidugta a karját a sírból. Várjál, figyelj, most már én is látom, folytatódik, várjál, figyelj. Ez egy teljesen természetes, halálosan normális hétköznapi mese. Mondd, hogy mikor pedig leeresztették? Azt mondja, hogy mikor pedig leeresztették a sírba és betakarták földdel, kicsi karja egyszerre csak előbújt, magasra nyúlt, és ha visszadugták, s friss földet terítettek rá, az sem segített. A karocska újra, meg újra előbújt. Hát hihetetlen, hogy makas zombi ez a gyerek, nem? De várj, most folytatódik, okay. Figyelj. Végül anyjának kellett a sírhoz mennie, és veszővel a karocskára ütnie, és amint ezt megtette, a karocska visszahúzódott, a gyermek pedig végre valahára nyugalmas lehet a föld alá. Itt a vége, fuss el vége. Szép álmok a gyerekek. Szép álmok a gyerekek. Na, aludjatok, voltam a villanyt. Ez nagyon durva. De ez tankönyvben, tehát ez állítólag, igen, ez egy iskolai tananyagban volt benne. Sajnos nem írta meg még a hallgatónk, hogy miről van szó, de egyébként másodikos erkölcs tankönyvbe. Aha. Nem mondod ezt most komolyan. Gyerekek. És ettől majd nem lesz makacs a gyerekem, ha ezt elolvassa? Nem lesz zombi a gyerekem. Tehát tulajdonképpen már gyerekek, most ezt komolyan mondom, fordítsuk le úgy, hogy hallgatnak bennünket még a kocsiban gyerekek. Tehát van egy kisfiú, aki meghal. Igen. Ugye? Igen, ő nem fogadott szót az édesanyjának. Nem fogadott szót az édesanyjának, ezért a jó Isten megbüntette egy súlyos betegséggel, amiben a gyermek belehalt. De jó Isten, gyerekek, utána a gyermeket eltemették, de a gyermeket eltemették, és utána ő nem nyughatott a sírban, hiszen makacs volt. És az anyja odament, és a sír fölött megverte a halott gyerekének a kezét egy vesszővel, hogy nyugodj már békében, te kisfiú. És ne legyél már annyira makacs, megnyugodott. Atya úristen. Figyelj, ez tegnap is megdöbb. Én minden nap megdöbben. Halad? Most a Walking Dead rajongók mindannyian okon felállva. Éjjeleznek, uráznak, ez az végre. Másodikos gyereknél erkölcstan. Aha, igen. Óra. Na. A makacs gyermek. A makacs gyermek. Hát... Már ez figyelj, a halálos ágya. Én mindenben próbálom meglátni a jót. Engem figyelj, ez sokkolt ez a sztori. És ez erről... Tehát valakinek az van a fejében, hogy akkor oké, ezt a gyerek majd elolvassa, és jó gyerek lesz. Aha, nem lesz makacs. Mert hát félni fog attól, nem lesz makacs. Mert félni fog attól, hogy nem fogad szót az anyjának, akkor viszont föld alá kerül és meghal. Jézus, atya úristen! Most még azt nem tudom, hogy amikor a veszővel a karocskáját ütötte a gyereknek, akkor a gyerek már belátta, hogy nem makacskodjon? Hát, ha belátta volna, akkor nem dugdosta volna ki állandóan a kis karocskáját. De mikor tehát a föld alól kidugdosta a karocskáját, oda jött anya, aki hát a gyászában is, egyébként ezen is gondolkozunk mellett egy pillanat, hogy ő a gyászában is azon gondolkozik, hogy én megnevelem a halott gyerekemet, és veszőcskével ütöm az ő karját. Né, már csak meghal, de csak makacs. Hogy van ez? És akkor, pedig lehet, hogy csak integetni akar. És amikor ott elveri a karját, akkor már nem lesz makacs. Aztán már nem. Ez nagyon beteg. És most vége az erkölcstanórának. Irány a testnevelés óra. Érezzétek jól magatok a gyerekek. Aztán szót fogadni. Aztán ne felejtsétek el, hogy gyerekeket még jó meg is kellett verni. És kicsöggetnek tőle, és 20 gyerek így ül. És nem mer megmozdulni. És mikor hazamentek, és a munkátok azt mondja, hogy pakoljatok el a szobában, akkor tudjátok, mit kell csinálni. Hát bizony. Elpakolunk. Atya, úristen. Mutassam már nekem egy olyan második és gyereket, aki egy ilyen tanmese után nem megy rögtön átöltözni, és két percen belül nincsen kész lent. Figyeljetek, én ezt a tornateremben, az öltözőben, és nem áll vigyázban. Elmesélem a Beninek is. Próbált. Nagyon mindenképpen. Próbált neki. Próbált a gyereknek. Na jól van, drága szülők, ha ti is szembesültök bármivel, erkölcstankönyv, biológia, matek könyv, morningshow@klacefm.hu, ezeket az e-maileket mi látjuk, fotózzátok ki, küldjétek el, szemezgetünk belőlem. Holnapra egyébként megpróbálunk megszólalót keríteni ezügyben, hogy valaki ezt mondja el nekünk, hogy egy ilyen történetnek mi a lényege, miért kerül be, és egyáltalán tényleg, tehát ez kin megy keresztül, kin megy át, hány ember lát egy ilyen történetet, akik közül senki nem tűnik föl. Ez termesztő. És addig is, hogy mondjuk így gondoljátok át, halott gyermekét megverő édesanya. Hogy mi az üzenete szerintetek a Könyves Kelemen népbaladának, illetve hogy kell forintból euróra váltani, illetve hogyha makacs gyermek van a családban, akkor mire számíthat? Ez mi volt? Aha. Ez mi volt?
Te voltál Ákos? Ez mi volt ez az ásítás? Ez egy effekt volt, de nem nyomtam meg semmi. És egyből ránk került. Jó, jó, oké. Azt hittem, hogy valaki ennyire nyilvánvalóan beleásít a műsorba. Oké, értjük, hogy hírek nem tudom mondani. Ez tényleg egy grimm mese, ezt olvasgálhatod, vagy ez egy grimm mese? Jó, most ne gyere ki abból ebből a sztoriból, hogy elaludtál a hírek előtt, Ákos. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Szóval az van, hogy mondja az az állat, ami föltartja az ujját, tudod? Mindenki nyugodjon le. A csodába. Mindenki nyugodjon le a csodába. A gyerekek, ez nincs benne az Erkölcstany könyvben. Tehát, hogy a hibáztunk, mi elismerjük. A makas gyermek. A makas gyermek, a másik kettő az benne van. Az abszolút. Tehát a hitleri párhuzam és a kőműves Kelemen és a játékait elcserélő gyerek, illetve a nagyra vágyó szülő, a nagyra vágyó gyerekkel, aki pórú jár, az benne van. Így van, a forint-euró váltásos történet, a kísérleti matematika könyve szintén benne. Amin én azóta gondolkozom, és nem tudom, mi a megfejtés. Ha kétjegyű számot várok, de forintra kell átváltani, az azóta nem tudom, hogy egyébként mi a megfejtés, de a feladat tényleg jó. Viszont ez a makas gyerek, ez nincs benne, ezt többen elküldték a mi kedves hallgatóink közül, és köszönjük szépen nekik a helyesbítést. Ezeknek mi mindig örülünk, nyilván mi is elnézhetünk dolgokat. Ez egy népmese, és ez egy nagyon régi mese. És valaki ezt földobta az internetre, amit aztán nekünk egy hallgató elküldött, hogy te jó Isten, mi történik az oktatásban, Úristen, hát itt most Jézus Isten, hát ilyen rémtörténetekkel ijeszgetik a gyerekeket. De hogy nincs benne ez Erkölcstankönyvben. Ez egy nagyon régen, 1850-es években megjelent mesekönyve van benne, méghozzá egy népmese gyűjteményben, ami ugyanakkor szintén érdekes, hogy ezek a mesék hogy születnek, meg kiírja, meg ijeszgeted a gyereket. Téma. De másik téma, viszont nincs benne Erkölcstankönyvben. Tehát igazából ezt mi rosszul mondtuk, és elküldte a hallgató nekünk. Mi dolgunk is ezeknek utána nézni. Sokszor persze a hallgató küld valamit, az, ami foglalkozunk, és beemeljük adásba. Mondhatni ennek most se a hallgató, semmi nem néztünk utána, viszont a másik kettő az igen. Tehát az abszolút benne persze. Van, az euróváltásos megoldásokat továbbra is várjuk. A makas gyerek létező mese. Kérdés, hogy régen kimesélt ilyet a gyereknek, vagy most kimesélt, mindig érdekes. Mások voltak a nevelési elvek. Igen, hogy ezek a mesék tulajdonképpen tényleg hogy jöttek létre, kitalálja ki, és mondod ezt valaha te gyerekednek, viszont nincs benne Erkölcstan könyvben. Így van, de a másik történetünk, ugye aminek a lényeg az, hogy a hóbortos gyerekek, akik a vágyaikért gyakran odadobnak mindent, hát kicsit hasonlítanak Adolf Hitlerre, ez biztos, hogy így van, hiszen tegnap este másoltam ki a tankönyvből. Aha. Az benne, az persze, az benne van egyébként, igen. Figyelj, egyébként az az érdekes szerintem, hogy bármilyen régi klasszikus mesét veszel a kezedbe, azok hasonlóan durvák egyébként. Szóval ha a Grimm mesét olvasol, ha a régi nagy klasszikus meséket olvasol, de tényleg, ha csak egy János Vitézt is elolvasol, tehát meg kell, hogy érjen rá a gyerek, mert egyébként találsz olyan durvákat, nem? Mesében, Grimm mesében, ami azért tényleg megdöbbentő. Hát ezt egyszer beszéltük, hogy a legegyszerűbbek, és a piroska is a farkas, tehát felvágott, gyomorú farkasba követ teszel, még ő elmegy, de előtte megette a nagymamát. Igen. Azért van minden. Igen, de hogy közben ez a gyereket mégse terheli meg annyira. Nem, nem. Sőt ez segíti a szellemi, lelki, adott esetben testi fejlődését is. Gondoljunk csak a János Vitéz első néhány mondatára, meg az első képre, amikor ugye Jancsi Iluskáját stíröli a patakban, a lábait, a melleit, stb. János Vitéz. Finoman nézi csak, hogy a kis idomait, a szőke haját. Te züllött, és már sokat látott fantáziát gondolja ezt túl. Ő csak azt mondja, hogy milyen szép, ahogy megcsillanott a víztükörben. De az mi ő... lett volna, ha nem jön a mostoha? Hát akkor ott nagy egymásra találás lett volna, igen. Na, úgyhogy tényleg mindenki nyugodjon meg, nincs benne. Morning Show. Terméket tesztelünk, mert hogy ugye elárasztották a piacot azon termékek, amik egyrészt a szülők pénztárcáját meglehetősen megterhelik, kettő a gyerek azonnal beleszeret, tehát a marketing óriási, és mindenféle ígéreteket mond. Ugye ez a szülő helyettesítő termék, én csak így hívom, amikor is nem kell mesét mondani, mert a póni mesél, nem kell a gyerekkel játszani, mert a maci szórakoztatja, nem kell a gyerekkel bujócskázni, mert a nyúl megtalál, ha a gyerek elbújik, te szépen, mit tudom, egy napilap olvasásával mulatod az időt a nappaliban. Nem kell apura hagyatkozni, mert a majom szellent. A majom szellent, ezt egyébként behoztam nektek, és rögtön megmutatom, hogy én mit vettem a Beninek. Nagyon hasznos, én ezzel le is tudom a karácsonyi ajándékot, mindjárt megmutatom. És egy csomó ígéretet
adnak ezek a termékek, a szülő mélyen a pénztárcájában nyúl, és aztán lehet, hogy ott szembesül vele otthon, hogy a nyúl nem találja meg a bujócskázó gyereket, a maci nem mond semmit, az a rohadványos póni meg nem mesél mesét a gyereknek. És a majom nem pukizik. Így van. A majom pukizik. Méghozzá olyat, hogy megőrültök. Mindjárt megmutatom. Úgyhogy tesztelünk, mert hogy ezen termékek egy részét mi beszereztük, és hát megnézzük, hogy működik-e. Megnézzük, hogy működik-e a maci. Júli jó. Mindjárt elmondja, hogy mit ígér. Illetve van ez a bujocskázó nyúl, a hidegrász tőle. Jaj, de aranyos lesz. Te fogsz elbújni, utálni fogod. Fölrugom az égig. Az előbb már megtettem. Jön, megy, beszél. Úgyhogy terméket tesztelünk, és megnézzük, hogy betartják-e az ígéreteket ezek a termékek. Ha azt hiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyett a cikivel, a frankó helyett a gagyival. Tesz a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Na, Juli, hello, jó reggelt. Halihó. Hello, Juli. Na, kezdjük a játékot. Várjál, sokkal fontosabb kérdés. Voltál a szexboltban? Nem, mert egyfolytában velem voltak a gyerekek, és oda és? Sem vihetem be őket. És? A dohánybolt előtt is megvár a gyerek, így, hogy apa bemegy cigit vásárolni. Addig szépen kínoljon. Kikötöd őket, pórázza. Srácok, ez elmélyülést, ez terepmunkát igényel, úgyhogy el fogok menni, megnézem rendesen, de nem a gyerekekkel. Julinak van egy küldetése, használt, mi ez? Szexturkáló. 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 Julit elküldtük, hogy menjen el és nézze meg, hogy mi van a szexturkálóban, minket ez érdekel. Elmegyek, megcsinálom, ígérem. Mert hogy érdekel, ugye? Hiányos gésagolyó készlet, alig használt guminő, minden van. Spárgával összekötve. Na gyerekek, szeretnék nektek, mielőtt Juli elmondja, hogy mit hozott terméktesztre, megmutatni, hogy mi a Benni karácsonyi ajándéka. Jaj, de szép kék majom. Most nem hallgat minket. Na, már bőven, hát már iskolában. Ja, egyetem, tudom. Nem, kihagytuk az általános. Nagyon okos a gyerek, nagyon hajlott. A majom, ami fingik. Igen. És nevet. Oh, nevet. Csodálatos kombó karácsonyra. Nevet, de undorító. Ott van az anyósod. Ugye? Hát mivel terhelik a gyereket? Ott van az anyósod majd. Érted? Én állok félmeztelően nyakkendővel a fa alatt, az ölemben vagy a nyakamban, a gyerek pedig játszik az ajándékkal. Nem tudtam kihagyni. Az a durva, hogy én játszom vele. Figyeld. Ül a majom. Aha. A kék majom egyébként. A kék majom. Röhög. Röhög, mozog. Oh. Elfekszik. Jézusom, amikor jön a puki, akkor megáll a mozgás. Három napja ezzel játszom. Három napja ezzel én játszom. Én meg is értelek. Hisz ismerlek. Nem mondta, hogy nem jó. Az és a majom ülve kezdi. Őszintén röhögtél rajta. A leges legjobb játék. Mi bajotok van vele? Hát nem jó? Még egyszer a puki? Hát figyelj, de ez legalább azt adja, azt nyújtja, amit megígértek. Aha. Nevet? Igen. Pukizik? Igen. Igen. Fetreng? Igen. Igen. És ami nem látszott, hogy ülve kezdi, és az egyik pukinál ő hanyatt esik. És utána úgy folytatja. Nem mondjátok, hogy nem jó. De. Nagyon. De. Ne, nagyon jó ajándék. Ugye? Tehát, hogy építi a gyereket, tudod? Tehát, hogy szellemileg is fejlődik tőle, kreatívá teszi, és a kézügyességét is javítja. Csomó társasjátékot, könyvet, tényleg a készségeket javító dolgot vehetnél a gyereknek. De minek, ha itt van a fingom? Ez így van. Nem? Nevedd már el tőle a gyerekkorát fel. Jó, nem akartam, csak így kérdeztem. Na, Juli, mit ígérnek ezek az állatok, vagy mi van ezekkel? Jó, kétféle termék van itt. Az egyik egy maci, a másik egy nyuszi, hogy állatvonalon maradjunk. Aha. Igen. Az egyik a bujocskázó nyuszi, kérlek, vedd kezedbe. Bujocskázó nyuszi. A répát is. Gyerekek, ezek egyébként azért születnek, hogy a szülőknek ne kelljen bujócskázni a gyerekkel? Igen. Picit igen. Hát uh-huh. Egy picit igen, igen. Na, mennyibe kerül? Azt mondhatjuk, a terméket nem mondunk, 20-30, ezek ilyen horror drágák egyébként. Azért az annyira nem drága, nem? Szerintem, de mindjárt megnézem a neten. Uh-huh. Mit csináljak vele? Kapcsoljam be? Kapcsoljak be, igen. Meg először a répádat is. Luka, úgyis megtalállak. Aha. Bujócskázzunk. Aki bújt, aki nem, jövök. Na és most bele. Visszaszámolás, jó, van,
Ma most Benni kezében adod a répát, ami igen? szintén be van kapcsolva. Igen. És Benni 4 méteres körzetben, bárhova gyerekmagasságban. De én nem gyerek a Benni, én nagyobb vagyok. Várj, fogd meg a répát, bújj el vele. Jó, csak mondom, igen. hogy a répa az egy mosolygós, piros orrú, aminek világít az orra, be van kapcsolva, és a hátulján övcsatra föl lehet uh-huh. csattintani. Tehát te felteheted magadra, ha gyerek vagy, hogy ne kelljen. Tehát ez egy jeladó. Feri fölrakta a brére a répát. Répa. Igen. És most mikor nyomja meg még egyszer a nyulat, hogy kezdjen el bújni? Hát vagy le kéne tenni. Vagy akkor hogy maradjunk itt fönt. De az a lényeg, hogy ő ugye elkezdik keresni a srácot. Nyomja itt egy gombot? A szekrény mögött áll. Csak hogy mit mond? Semmit. Na. Jóka, úgy is megtalálnak. Igen. Aki bújt, aki nem, jövök. Uh-huh. Még egyszer, ne kapcsolj ki, mert orba gyűrlek. Bújjál gyorsan. Fület le. Lehajtja a fülét aha. a nyúl. Elbújik. Gyerek most nagyon szalad. Betakarja a szemét. Hát a bújócskánál el kell takarja. Betakarja a szemét a nyúl. Figyelj. 8, 9, 10. Fület fel. Aha. Gyerünk. Aha, és most lerakom. Nagyon jó. Menni fog padlószőnyegen is? Lerakta, megy a padlószőnyegen. Na. De hülye helyre bújtál felé, mindannyian látom. Egyből neki ment az asztalnak, most jön felém, neki megy a lábamnak, nem megy neki, érzi, hogy van valami előtte, tehát elindul. Feri körülbelül 2 méterre van tőle a stúdió másik oldalán. Most neki megy a rüsztem. Most Lacihoz megy. Laci, tetszel neki. Uh-huh. Most átöleli a Laci lábát. És párzom mozdulatokat tesz. Azt mondta a nyúl, hogy hideg-hideg. Aha. Tehát ő közben, amíg megtalált téged, szórakoztat? Hogyne meg, hát aha. nem az a lényeg, hogy rögtön bevág oda, ahol te vagy. Mit mondott, Laci? Azt, hogy akkor tévedett. Most rúgnék bele, nem? De hogy szülőként, de hogy jó, egyébként nem baj. De viccelsz? Hát miért, de hogy bolyocskázol a gyerekkel ott van? Ugyanígy. Hát ez az. Nem találod meg egyből. Nem találod, de persze. Igen, a Balázs is a fülével takarja le a szemét. Jó, de hát egy nyúl, oké. Igen. Visszajött hozzám. És a Benni fogja a répáját. Azt kérdezi, hogy látsz engem? Tapsolj. Akkor tapsolj, Feri. De nem látom. Tapsolj. Mindig tapsolj. Jelez a fülével, de hallotta a tapsot. De jó, aha. mikor segítesz. Hol a légpuska? Megkereslek, mondja. Látsz engem? Tapsolj. Ez hát vak ez anyu? Látlak. Aha. Igen. Ide bújtál? Kérdezte a nyúl. És visszajött hozzám. Aha, a gyerekek, ez elhasalt. Meddig keresi, Juli? Mit tudom én? Hát attól függ, hogy meddig tart ki a két góliát. Ja, ez egy jó játék. Itt van a lábamnál. Hát azért szép, mert ugye a szülő így sokáig ráért. Tehát tényleg, ha egy percen belül meglennél... De várj, maradj ott, ne gyere vissza. Én tartom, közben tartom a répát. Átadtad a répát. Az, oda adtam Juli kezébe a répámat. Mit csinál Benni? 4,5 órája bujocskázik. És a nyúl nem akarja megtartani. Figyelj, gyerekek, csak mondom, hogy a nyúl nem megy el a lábamtól. Itt matat az én oldalamon, lehet, körülbelül 4 méterre Feritől. Aha, lehet, hogy ez is olyan, tudod, mint amikor a kiskacsák kikelnek, akit először meglátnak, ő az anyu. Tehát te kapcsoltad be először, igen. te vagy anyu. Igen, az a rohadt papagája, Charlie, az se kopott le. Papa és mama is. Azt nem értem, hogy bútorok mögé szoktunk elbújni, nem? Aha. Vagy a gyerek oda bújik. Ha nem látnád a... Tapéta szóval, mögé. Ezt buktassuk meg. Ez annyira nem talál téged, hogy aha, most neki ment a lábamnak. Aha, nem lehet, hogy beleléptél valamibe is, vonza az illat. Jól segítek, na, Feri arrébb hozta, kikerülte vele a pultot, és oda tette Julihoz 2 méterre. Semmi, neki ment, így neki ment a... És elindul felé. Figyelj, visszajön! Visszajön! Nagyon bír. Figyelj, és itt van, és jön megint vissza! Figyeld, jön! Itt van! Figyelj, itt van új... Azt mondja, hogy hideg-hideg, és itt van a lábamnál. Jó, gyerekek, engedjük el, ez nincs. 4 méteres körzetben vagyunk, és hadd gyerekmagasságban menjen. Van a répa. Állítólag azt mondták, hogy ennyit kell csak tenni, de aha. ez nagyon jó. Nem talál minket. Feri otthon is előszokott fordulni, megfogott Somhának a fülét, és de... Na jó, most már ebből elegem, hogy gyere, megmutatom, hol de nem, ami ennél sokkal fontosabb, hogy az előszokott fordulni, hogy Béka nem találja a répádat, Feri? Nem, az mindig megvan. Harcra kész, kemény, új gyerekek, répa. Juli annyira nem talál meg. Juli, rajta nincs melltartó? Sosincs rajta, nem vetted még észre? Hideg van? Hát oda kinn egy kicsit. Mi fázol? Hát csak így fölnéztem Julira, fölállt, hogy oda menjen a nyúlhoz, és ott...
Mi van, Judit? Én eddig a nyúlra koncentrálom. Vastagabb üveget megkarcolnám, mi? Konkrétan jeget lehet vele vágni. Hideg van kint, Juli, vagy fázol? Elcsört valamit? Ez nyílt törék? A nyúlra gerjedsz, vagy a répára? Rakja rá tapaszt. Játékokat tesztelünk. Na, mi van a nyúllal? Elhasalt? Nem adjuk meg. Hát, jó, ezt gyerekek, ez nem adjuk meg. Most már kitettem a folyosó közepére, 1 méter 50 centire vagyunk a nyúltól, a nyúl háttal áll a répának, és megy neki a fal. Nem, van még egy megoldás, hogy ráraknak egy matricát, hogy Balázs közelében ne játszunk vele, mert minden nyúl bonza. Gyerekek, mindenki oda megy. Oké, mit mond a nyuszi, vagy mit mond a maci? Hallgatjuk el ezt a nyulat, mert tényleg megölöm magam. Brum, brum. Látom-e az árnyékom? Igen. Oké, van egy interaktív macink. Igen. Kikapcsolod, Júli, a nyulat? Most kapcsoltam be újra a répáját, hát ha. Gyerekek, ami elbukik, nem adjuk meg. Kapcsolt nyúl... ki egy lépéssel, Feri. Lépj a torkára. Jó, sajnáljuk, nem adjuk meg. Nem. Hát ezt nem tudjuk megadni. Tehát ez a nyúl, ez nincs. Ez a varázsmedve, de nem. Ő a varázsmedve? Gyerekek, mondom, mi van. Unatkozom, játszani szeretnék veled, ha egy kis ideig nem foglalkozó Brunoval, elunja magát, elálmosodik. Ha álmos, akkor 40 másodpercet van arra, hogy megcsikizd, megetesd. Mindjárt elalszom, ez egy interaktív maci? Aha. Interaktív maci. Az én játékok miatt szeretem a post-apokaliptikus horrorfilmeket, mert ott már nincsenek ilyenek. Mi baja? Beteg a maci? Hogy mi? Gyerekek, ez a medve néz rám és pislog, mi is csináljak velem? A gyereknél nem tudom, hogy cuvit teszek a szájába, ráteszem az anyja mellére, tisztába teszem, de ez a medve néz rám és nyőd. Én bekapatnám vele az orromat. Ez az. Ez az kis maci. Itt a pergető, édes lépes méz. Ja. Az csak engem zavar, hogy a motor zúgást hallom a fejéből, hogy mozgatja. Igen. Jó, lefektetjük. Aha, jó. Feküdnie kell. Igen. Neki már jó? Elmondom, mi van, gyerekek. Juli csikizi a talpát, és a maci röhög. Nekem ez más hang, de... Amikor panelbe laktunk, pont ilyenek jöttek át a falon. Igen, csikizték a bácsi talpát. Aha, tehát értem, ez egy interaktív maci, amivel csinálhatsz különböző dolgokat. Igen. Uh-huh. És most mit csináljak? Etessem meg. Uh-huh. Van egy ilyen mézlepergető a kezemben. Egy magnummal. Mi az? Mit tömsz a szájába? Nincs is szája. Most csámcsog? Uh-huh. Aha. Pislog és a fülét mozgatja közben. És megijeszthetem. Megijeszthetem? Erős zajra összerándul, figyelj. Te rohadék. Egy medve ez életet tettél tönkre. A medve megijedt és becsukta a szemét. Hát... Aha. Hát... Ez nem rossz. Hát, ez nem. Hát ez nem rossz. Végül is megcsinálja azt, amit ígér. Igen, egyébként igaz. A tesznek ugye az a feladata, hogy megcsinálja, amit ígér a medve. Uh-huh. És megcsinálja. És igen. Ha megöleled, akkor visszaöled. Öleld már meg. Gyerekek, 2 hét és ölelgetek egy újszülött gyereket. Mit csinálják egy medvével? Gyakorolj. Gyere a papához. Visszaölel, érzed? Megszorít? Gyere. Elaludt. Igen? Elaludt. Nehogy felébredsz. Alszik a pici papa. Jaj, te kis aranyos. Jaj, te puhi, te kicsi pici papacska. Így van. Lepaszolj. Nem akarnék a gyereked lenni. Itt a papa. Gyere, merre veszlek meg szoptatlak? Én nem azt anyát csinálja. Jaj. Te, hogy te kis aranyos vagy. Maradj már csinál. Medve parkba. Aha. Mm. Na, bekakiltál, menj anyádhoz. Aha. Gyerekek, ezzel nem tudok mit csinálni, hát ez ígér valamit, azt csinálja, nyög. Aha. És aztán a gyerek majd csinál valamit. Csikized, reagál rá, megöleled, elalszik, cumisztatod, örül neki. Cuki a pofia, de szerintem nem tudom, mennyi nem cuki a pofia. Nem, úgy cuki. Aha. Tök cuki. Aha. Így nézd meg, hogy pislog és mozgatja a fülét, és közben az arcát... Csak ide, az ijesztésre vagyok kíváncsi. Itt, tehát ül mellette, nyűl. Sír szegény. Egyébként konkrétan leesett az asztalról. Hát nem tudom. És berepett a szeme. Gyerekek, tudjátok, mi van? Mi? Mondom, Beni Jézuska levelét. Most baj van. Kedves apu. Kedves Jézuska. Elhallgattatod azt a macit? Itt szól, lefotóztuk mégis a levelét. Mégis inkább az Aventadort kérni. Igen, nagyon örülnék, hogy Maseratinak. Igen. Ő megfogalmazta, és Viki leírta. Ezt írta, figyelj. Kedves Jézuska, Sebestyén Beni vagyok,
A Civárványos oviból. Egy nagyon jó beazonos, nehogy máshova vigyem. Még mindig nem festették ki normális. Most esett le, figyelj. Most karácsonyra egy olyan mackót szeretnék, ami pislog a szemével, mozgatja a száját, tud mozogni a füle fölle, és úgy hívják, hogy pont. Az itteraktív mackó. Itteraktív. Az ez. Az ez. Gratulálok, az kedves Balázs. Nagyon jó. Nálunk lehet kapni olyat, abban a bevásárlóközpontban. Kedves Jézuska, légy szíves, vedd meg nekem, mert ügyes vagyok judón, és szépet rajzolok neked, ha jössz, ha nem. Akkor viszont megütlek. Nagyon várlak. Csak szeretném észrevenni, hogy mikor vagy itt. Tedd be nekem ezt a falát, cserébe megígérem, hogy mindig jó leszek. Aha, egy kis szülői nyomás a végén, azt érzem. Azt nem írta, hogy is cserébe megmutatom neked a fingó... Épp most hasaltattuk el a tesztet. Gyerekek, ez a maci annyira durván jó, hogy komolyan mondom. Ez komolyan mondom, bárki a forgalmazója hármat küldjön. A maci az átjött. És megvan a karácsony. A maci nagyon. A maci működik. Az zseniális volt. Egyszerűen a hihetetlen volt egy csor. Én még nem látom. Ja, ez nem igazi maci? Az, ugye? Megtévesztésig hasonlít hozzá. Egy az egybe. Édesem, ő írt levelet a Jézusnak. Nálatok is van levélírás? Van, persze. Na, hülyeské. Minden nap kettő. Tudom, nálatok a mesélő póni. Az, mesélő, de azt már mondtam, hogy az nincs, sajnos. Nálunk a Benny már nem játszik vele, én olcsón odaadom neked. Pénz kivél érted? Szemét vagy. Felébe meg vagy. Felébe eladom. 3000-et adok. Vihetet. Nálatok már virág ugye nem, nyilván. Nem, ő már ilyen komolyabb dolgokban gondolkodik, sajnos. Aha, viszont nem tőle. Mert azok már megfizethetetlen. Az igen, de ezeket hál' Istennek most a nővéremtől kérte ide. Jó, gyerekek, a nyulat nem adjuk meg, nem tudom ki, honnan küldte, vette, szerezte, Juli, kaptuk, tesztre nem adjuk meg. A maci csinálja, amit ígér, hát nyilván 40 éves fejjel ez már egy picit kevés, de a gyerekeknek ez tulajdonképpen átment a tesztem. Egy interaktív maci, pislog, csikized, nyög, pukizik és minden, ugye? Uh-huh. Igen, azt adjuk, a maszkót adjuk neked. Gyerekek, mi van, ha Beninek azt mondom, hogy figyelj, Beni, nincs ez a maci, viszont van ő. Mert ez tapai szomorú lenne, jó. Vagy örülne? Szomorú lenne, vagy örülne? Az a baj, hogy nem interaktív. Figyelj. Pukit. Fingos majmok mindenkinek. Jézus. Gyerekek, hát kiről szól a karácsony, ha nem a felnőttekről? A gyerek boldogtalan lesz a fal, a te viszont nagyokat vidulsz, nem? Hát a gyereknek a legnagyobb boldogság, ha boldognak látja a szüleit, nem? Azokat az embereket, akiket a legjobban szeret. Ennyi. Jó lenne, ha szomorúak lennénk karácsonykor? Nem lehetünk szomorúak. Így van. Nézd, Beni, mit kaptam? Látod, nagykérbérő kézifegyver. Az van ideírva a Desert Eagle, vagyis nem replika. Kimenjünk lőni egyet a kertbe? Már nagyon régóta vágyott erre. Na jól van. Ha van ötletetek, morningshow@classfm.hu, mi az, amit leteszteljünk, mit szeretnétek a gyereknek megvenni, megnézzük, mi beszerezzük, ha kell, megvesszük, és elmondjuk, hogy verjétek-e magatokat komoly összegekbe, vagy költsetek-e sokat, vagy engedjétek el. Vagy komoly összegekért. Morning Show. Na, olyan történetet hallottam rólad, Feri, az előbb, mi kim voltál dohányozni. Hogy ez rólam? Hát na tényleg te van, nem a te napod. Na mesélj, mi van? Szóba jött itt egy bizonyos témakör, ami mindig nehezen megy a férfiaknak, vagy a nőknek. És kapok ma még? Mi van veletek? Mi van veled? De miért én? Miért engem? És arról beszélgettünk, hogy egy tegnapi edzés után, én voltam edzeni, kinek nehezebb bemenni egy öltözőbe, a férfiaknak vagy a nőknek, pisilni, öltözni, kikit néz meg, miért nézik meg a férfiak egymásét, ha pisilsz, átnéz egy férfi. És rólad köztudat, hogy... És rólad köztudat, nem. Hogy szoktam nézelődni, mi? Na gyere, Anna! És erről beszélgetünk, mert hogy maga a téma egyébként baromi érdekes, hogy mi, kinek hát nehezebb? Hát baszúrsz a reggeli kávénk után. Hát nem kapok több kacsát, meg libamája. Nem, biztos, hogy hát semmi nem kapsz. Hát ugye dohányoztunk, és közben arról beszélgetünk, nem, hogy... csak én nem dohányoztatok. Igen, te elmentél dohányozni, és a témánk az volt itt a hírek alatt, hogy kinek nehezebb a férfiaknak bemenni egy férfi öltözőbe, elmenni pisilni, a nőknek elmenni pisilni, átöltözni, a nő a nőt megnézi egy zuhányzás közben, a férfi a férfit jobban megbámulja-e, miért tudnak a férfiak, vagy nem tudnak piszvárba pisilni, miért jobban nőknek, hogy ajtó mögött pisilhetnek, miért nincs ilyen a férfiaknak. Igen, Anna, te jössz. Várjál. Bejött Anna, és azt mondta, hogy ehhez a Feri biztos, hogy hozzá tud szólni, mert van egy nagyon durva sztoria. És mondtam, hogy nekem tetszik, hogy így ezt Feri nélkül elmondod, mondd már el.
És Anna elmesélte. És ez a sztori tényleg durva, Feri. De hogy? És most már értünk mindent, Feri. A barátságunk, ezt nehéz lehetett feldolgozni. A 14 év, ami mögöttünk van, az neked smafu, te szembe köpsz engem. Te figyelj, hát indultunk ugye onnan, hogy zsibbad a lábujjad a dígócipőtől, utána jött a cigi. Jött az érszűkület, jött a cigi. Szerintem a koronát 4-10 után. Aha. Na van egy sztori, de... És honnan tudod? Honnan tudod, és mit? Ja. Hülye, elmeséltem. Te meséltél egyszer egy sztorit nekem. Várjál, nem mondd még el, nem mondd még el. Hát hogy mondom, én különösen mondom, mert elmondod te. Ugye a téma az volt, hogy kinek könnyebb, vagy miért könnyebb pisilni, vagy hogy könnyebb pisilni. A nők miért mennek ajtó mögé, nekünk férfiaknak nehezebb, vagy átnéz egy másik férfi. Hogy tegnap volt egy nyilvános öltözős élményem, nem akartam behozni műsorban, de elmondtam, hogy voltam sportos, és bementem egy férfi öltözőbe, fura dolgok vannak. És megnéztek. Azt csak hagyján, de beszélgettünk arról, hogy te átnézel-e, és rájöttem, hogy én kicsit mindig átcsekkolok. És aztán... Hát, te emberi életeket teszel tönkre ezzel. Ne, szerintem ez egy férfi reflex, abszolút, hogy valaki persze beáll melléd, és hogy a nők is átcsekkolnak-e, de nem tudnak, mert nem ajtó van. És Anna bejött és elmesélte, hogy neked volt egy traumatikus élmény egy gyerekkorodban. De tényleg most ezt is meg akarod kapargatni? Hát most gyerekek, de... Alig vártam, hogy piros jelzést kapjon a mikrofonunk, persze, hogy ne. Hogy bementél egy férfi mosdóba pisilni gyerekként. Jaj, látod, de úgy sajnálom. Menjél innen! De sajnálom, gyilkos. Most ennyi ember tudja igen meg. 2 millió ember. Igen, viszont ennyi ember. Tudod, ha nekem mondasz valamit, az olyan, mint a hangszóróban mondanád. Ugyanaz, ha belemondod a mikrofonba, és hírek alatt nyugodtan bekiabáltad. És hogy te azért vagy frusztrált a férfi WC-ben Anna szerint, mert hogy megmaradt benned egy gyerekkori élmény. Én gyűlölöm, ha mellém állnak. Ahol bejött egy felnőtt férfi, és te gyerekként álltál. Így van. Anna azt mondta, hogy egy idős bőrdíszműves volt. És azért szakmai szemmel néztem. Hogy mit lehet belőle kihozni, mi? És te álltál gyerekként, ő állt felnőttként, és szörnyű módon, mindenféle szemérem nélkül, gátlás nélkül a kis Ferit brutálisan megbámulta. Így van. Stíröltek. Tehát most lehet röhögni rajta egyébként, meg lehet ezzel viccelődni, János. Hogyne. Te a tökéletes ember, te ne röhögjél. Azért beszélünk a róla, mert ezzel lehet viccelődni. Kérlek szépen, az új kígyós nyerges újfalú viszonylaton közlekedtünk édesanyámmal, ami azt jelentette, hogy Budapesten már nagyon kell pisilned, mert azóta új kígyós oda utaztál 5 órát, és a keleti pályaudvarnál lementem, 8-10 éves lehettem, lementem a nyilvános WC-be, és én olyan hülye, ahelyett, hogy bementem volna egy ilyen fülkébe, odálltam a pisszoárhoz, mert hát nyilván 10 évesen az neked újdonság, vidéken olyan nincs, tehát hogy kipróbálom. Volt 12 darab pisszoár, én odaálltam azt hiszem a 11-hez, tehát hogy nem a közepére, tök üres volt az egész, és bejött egy ilyen 40 éves ember, aki odállt közvetlenül mellém a 10-hez, és már én akkor nem értettem, hogy miért? Te miért odaállsz? Miért nem állsz a szabadhoz? Van még 10, érted? Az a 7-es, nem? Az 1-es, a 2-es, hogy miért nem? És utána meg az történt, hogy ő is elővette, amit ilyenkor a férfi ember elővesz, én már ottan csorgattam, és így átnézett, mert a piszvárok között ugye volt egy nagyon pici kis elválasztó kis falacska, igen. És elkezdte nézni. Nem tett rá megjegyzést szerencsére, mert akkor azt hiszem, hogy a szexuális életem is a romokban heverne. Elkezdte nézni, és én nem tudtam mit csinálni, érted? És így ránéztem, hogy mit néz. Mit néz a bácsi, vagy valami ilyet mondtam. És oda is szóltál neki, hogy mit néz a bácsi? Igen, aha. Ne nézem már, vagy nem emlékszem pontosan, de hát akkor én már pont végeztem, eltettem, amit el kellett, és kirohantam. És én azóta, ha ilyen piszváros helyen vagyunk, ha valaki beáll mellém, nekem végem van. Tehát nem jön. Nem jön úgy, hogy majd meg dög lesz, úgy kell pisilni, érted? Ez nagyon beteg sztori. És nem jön. Dehogy, Jani, ez tök jó. Nem, ez egyáltalán nem jó. Nem, ez nem ugye vicces. A témák, amiről mi a szünetben beszélgetünk, hogy a férfi csekkolja az zuhanyzásnál. A nő a nőt megnézi? Ha lenne nyitott piszoár, akkor ti átnéztek, vagy ti nem néztek át? Vagy ti a zuhanyzóban például csekkoljátok igen egymást? Zuhanyzóban, Anna igen. Anna úgy is átnéz, hogy beül a fülkébe és alulról. Persze, zuhanyzóban igen. Zuhanyzóban igen? Igen. Igen, igen. Én szerintem igen. Tehát volt olyan közös zuhany, sportolás után, és én megmondom, hogy nem is szeretem. Nekem nem nézegessék a fenekemet. Na de neked nincs mit szégyelt, a férfiaknak van. Hogy dehogy nem, akkor ott van egy kis narancsbőr, mit aha tudom én, egy picit nincs úgy gyönyörűen leszedve a lábad, mondjuk már mered két szőrszál kicsit jobban, de van egy nőnek is, akkor az olyan kellemet, és akkor pláne, hogy ilyen tökéletes, gyönyörű sportolás után, szolárium, nem tudom, nem mondom, hogy szemét, így van, fiatal, feszül, én azt mondom, figyelj, most nem. Inkább egyedül. És akkor az miért van, hogy a férfiak közben, ha beáll valaki mellük a pisszoárba, ők automatikusan, te átnézel? Én?
Nem is látok át. Jó, mert magas az elválasztó pont. Hallod, jó, akkor úgy kérdezem, hogy fölrakod a kezed és fölhúzod magad? Vagy? Nem, persze, nem. Mit kapaszkodik itt János? Végezze a saját dolgát? Nem, egy kampot szoktam földobni, kötéllel felmászok, lenézek. Nem, de én nem nézek én át. Én azt csekkolom, csak átnézek, hogy nézek. Ugyanazt csinálom, amit a Feri is csinált annak idején, de nem jött be neki, hogy én mindig a legszélsőt, a legeldugottat, hogyha adott esetben tele vannak, akkor megyek be egy zárható WC-be, és ott intézem el a dolgomat. Én utálom ezt a csekkolást. Azért nekem a honvédségnél éppen elég ilyen traumatikus élményem volt, mert ott nem voltak elválasztó falak, ott végig csak a piszvárak egymás mellett, és 30 darab. Tehát hogy ott azért reggelenként parancsra pipilni, úgy, hogy közben melletted állnak a társaid jobbról és balról is 15-15 ember, vagy 14 és 15, azért az kemény. Annyira kíváncsi, hogy egy férfi vagy nő találta ki a pisztolyt. Tehát ki gondolta azt egyébként, hogy neked az annyira könnyű? Nem? Mert hogy egyébként nem egy könnyű élethelyzet. Látok, az eredetileg lóetetőnek lett kitalálva. Egyébként a régi pisztolyt az olyan volt, nem tudom, emlékeztek még a gyerekkorunkban, hogy egy hosszú vájú. Egy hosszú, igen. És akkor igen. Az még szörnyű. Egyébként az még furcsa, hogy alakult ki ez a gátlás, amit mondasz az emberekbe tulajdonképpen, vagy ez a fajta, nem is tudom, hogy mondjam, így, szemérmesség. Mert ugye például az ókorban a görögök, rómaiak ültek konkrétan egymás mellett, és a nagy dolgokat is úgy végezték, és közben beszélgettek. És társasági élet folyt. Pontosan. Olvastak, ültek, bement, kiment, és közben dumáltak, megvitatták az életet, ott elfolyt szépen alattuk egy ilyen kis patakocska, és elmosta a cuccot. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez mikor alakult ki így az emberbe ez a fajta dolog, amit mondasz. Na, de nektek saját ajtótok van? Igen, nekünk, hál' Istennek, csajoknak, igen. Már mi van, a különbség? Van már dupla WC. Van. Mi a van, különbség? Igen. Ugye? Tehát, hogy miért gondolják azt, hogy a pasiknak egyébként könnyebb a piszoárnál? Mert gyorsabb, mert igen, nem kell leülni pontosan. Talán? És a leülés már aha. Ad egyfajta intimitást? Igen, igen, mert gyorsabb. Tehát miért nem választják el ajtóval a piszoárt? Vagy legalábbis egy olyan fallal? Egy fallal. Érted? Igen, teljesen igazad van. Miért egy nő találtak, és azt gondolja, hogy ez könnyebb? Hogy az nekünk megy, nem tudom. Hogy az a férfiaknak megy? A legnagyobb ilyen, azt meséltem nektek, pár évvel ezelőtt a szigeten divat volt, most nem láttam, hogy ilyen műanyag gúlák vannak letéve, hármas osztat van benne. Megvan? És szembe szemeztek egymásra, de pár centire vagytok csak. Van. Az a durva. Ez egy műanyag, az alja az mű 2 méter átmérőjű gúla, hármas osztat van, kemény. Odaállsz, semmi, de nem úgy van, tehát nem kell bemenned egy helyiségbe. Érzed a másik sörszagát. Ja. A másik sörszagát. És közben ott nem járkálnak melletted nagyon az emberek. Durva. Tehát nők, férfiak, gyerekek, idősek ott mennek el, és te ott állsz, elő a kis pimpi, és a szemedbe néz a másik. Igen. Hogy? És beszélgetsz velem? Hát nem beszél, én oda se állok, nem bírok. Csapd, amikor lesz a nagy színpadon. Tudom, én most ezzelre megyek. És a bácsi nem mondott akkor semmit? Nem, hála nem? Istennek, nem. Gyere vissza, Ferkó van, kis cukorka, vagy nem volt ilyen? Nem. Semmi? Nem mentünk tovább, én gyorsan elraktam, és kirohantam. Dezső nagybátyád vagyok, adja a földről, nem ismersz. Igen, Ferike, te nagyot nőttél, Ferike. Hozzánk jöttetek föl. Hát igen, ez egy érdekes dolog. Szörnyű volt. De a zuhanyzás és ugye a férfi edzés, egy női edzés után... Az is fura, hogy ti együtt zuhanyoztok, pasik. Ti nem zuhanyoztok együtt? Nő, de mondtam, de igen, de az valahogy nekem, nem tudom már, hogy bemegy, bár aztán fene tudja, nem tudom, de olyan furcs, hogy ott ugye bementek együtt zuhanyozni. Mire nőknél... Hát ott nem stírolitek egymást? De várjál, a nőknél... Hát... Miért nektek külön van, nektek külön, nincs külön a zuhanyzó? Nincsen edzés külön, után, nincsen. Azért van egy falatok? Vannak ilyen külön, de hogyha ti mondjuk, nektek van olyan zuhanyzó, hogy együtt zuhanyoztok, férfiak? Igen, egy zuhanyzó rózsa, és így összejünk 68-an. Egy szivacs van. Zuhanyzó rózsa, és mindenki áll egy alatt, hát nálatok is van. Ugyanaz van nálunk is. Aha, de ott akkor nem kijöttök, még magatokra tesztek a török között, addig végignéztek a másikon? Szerintem a férfiak igen. Ugye? Megnézitek. Tehát szerintem ezt őskorból hozzátok, ilyen alfa hím állapot, hogy ki a vezér, mi? Hát ott az zuhanyzóban eldől. Kinek van jobban? Hát igen, ez a, igen, nem, nincs ez benne. Találkozik egymással, az... megszagolgatják egymást. Gyere, bütyök, menjünk zuhanyozni. Tudod, igen. Igen, tehát szerintem igen, a férfiak nézik egymást. Ahogy van igen. Ez az átcsekkolás is a piszuárnál, hogy kicsit, tudod, átnézel, vagy azt nézed, hogy ő néze, de ha azt nézed, hogy ő néz, akkor ő valószínűleg néz, és akkor próbál, tehát valaki valakit mindig csekkol. Igen. De nők is szerintem, én ugyanígy tudom elképzelni. Rivalizálás van, szerintem is, csajoknál is van, abszolút. Én is megnéztem, hát most
megnéztem a másik csajokat. Amikor... Ja, de ez nem egy ilyen direkt rivalizás, a fiúknása az, mert hogy kimegy középre a placra az alfaim, sokat sejthetően lenéz, aztán fölnéz, és azt mondja, srácok, bocs, hogy elszúrtam a napotokat. De hogy nem, figyelj, konditermekben van ilyen. Tehát van az a típusú alfahím, aki azért így el van eresztve, és kb. 15 percig törölközik mesztelenül. Az egy típus. Tehát beáll az öltöző közepére tök mesztelenül, te ott állsz a kis törölközött be, ha zuhanyzol, még én mindig szeretek, meg ha van idő hazamenni, akkor inkább otthon zuhanyzom. És így az, nyilván ez beszéd téma is. Hogy? Balázs ma se zuhanyzott, hallod? Bűnösen mentem. Tudod, fülöttük már egyet bütyöknek hívsz, úgyhogy nincs nagyon miért okom zuhanyozni. És áll 15 percig, és ilyen nagyon látványosan törölközik. Az egyik lábát nagyon letörli, megtörli, alátöröl, körbetöröl. Van az a típus, aki mesztelenül jön, megy az öltözőbe. Az 10 percig nem. Én láttam olyat a múltkor, tudod, hogy megállt bennem az üt egy pillanat, de azért ezen az ember átsiklik, tehát jársz, edzel, tenisz, kas, sok mindent látsz. 15 percen keresztül mesztelenül szárította a haját. És állt, és tudod, azért a jó érzés, hogy maga köré teker egy törölköző. Legalább. Igen. Meg volt áldva, tehát megnéztem, mondom, barátom, hát én is így szárítanék, hogy az értem én, hogy büszke vagy rá, én is az lennék. Sőt, utána megizezni még egyszer. 15 percben sok minden belefér. Azaz sem mennék, learatnám a pillantásokat, és még egyszer lefürdenék, hogy tudjak újra törölközni. Értem, 3 perc a haja. 12-től le. De hogy egy ilyen rítusszerű hajszárítás, tudod, amikor azt érzed, hogy te soha, vegyél már föl egy alsugat, hát nem azért örülök, nyilván a csajod is örül, büszke vagy, jó, pacsizzunk hátba, mert nem vagyok alá irít. Fújnék, meg nem, nem vagyok irít, de vegyél már föl valamit, mert még kell 15 percen keresztül mesztelenül, nagyon látványosul van, szóval úgy, hogy közben azért a pörgetsz egyet, tudod. Csajoknál is van ilyen, aki tipikusan abszolút mesztelenül szárítkozik, mert ő a jó nő az öltözőben. Így, pontosan, nagyon sokáig törli a cicijét például, látványosan. Nagyon kelletti magát, masszíroz, nézegeti magát, dobálja a haját föl, ott még alul jól a tövénél. Jól teszi. Persze, igen. Csak hát meg figyel... ár, hogy mi nem vagyunk ott. Igen. Hát be tudjuk magunkat akkor sorolni. Így végignézzünk a zuhany, és azt mondjuk, hogy ahogy nagyjából belövöd magad, hogy a sorba hova, mint hogy ti is belövitek magatokat. Hát és pisiltek a zuhany alatt? Nem, én nem szeretem. Nem szoktál? Nem. Hát a csajok nem? A csajok nem? Legugolnátok. Mi legugoltok? Tényleg? Hát akkor nem gugolnátok. Barbie, állj már föl, Barbie, négyen vagyunk az öltözőben, mert a palik szerintem csalnak. Hát beállsz a meleg izalá, jön az inger, szerintem. Gyorsan szappanozol, hogy gyorsabb legyen, abban nem látszik. És a közben. Tehát te nem gugolsz le. Nem. Meg azért olyan nekünk, hogy végig folyna a lábunkon, tehát hogy azért az nem annyira. Hát ott közben folyik a víz. Hát jó, de nem. Nem. Gugolva? Nem, Google. Át, ott széles, meg akkor meg. Széles terpezben, mint a kislányok? Aha, nem. Hát valahogy nem. Aha. Én részemről nem. Aztán lehet, hogy van, aki igen. De akkor nálatok is van a jó nő típus, van, aki minden megtesz, csak ne kelljen ruhát venni magára. Persze, nagyon sokáig szárítja magát, mászkál, beakad a flip-flop papucs a lába ujja közé, akkor lehajol, bepucsít, hogy még jobban lássa, hogy mennyire gyönyörű kerek, feszes popsia van, nulla narancsbőrrel. Igen. Hát én ekkor hasaltam el ezzel a sportmozgalommal, pár évvel, 5 évvel ezelőtt egyszer elmentem egy ilyen edzőterembe, és akkor ott próbálkoztam valamivel, mondták, hogy hagyd abba, így nem lesz, nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hanem utána elmentem, lefürödtem, felöltöztem, már ültem a kis padon, két oldalt volt bepadozva a sztori, leültem a szekrényem elé a padra, mert kötöttem be a cipőmet, és felnézek, és a szemben tőlem 2 méterre lévő padnál a csávó frissen tusolva megérkezett, letette a cuccát, és felém háttal állva, ő két lábát lezárva úgy érezte, hogy ott neki még le kell nyújtania, és felém, esküszöm, felém így érted, fölnézek a cipőköt, és kíváncsi a bendére, hagyjál. Én nem csodálom, hogy dohányzol, én mindent megbocsátok, neked ne szokjál le. Tehát megbámulták a Brédet 10 évesen egy furabácsi út. Benéztél egy blendébe, aki éppen mesztelenül nyújtott, érted? Hát, ennyi, figyelj, egy méterről. Ne hagyd abba, dohányozzál. Mit látnak ezek benned? Valami sunkázik vagyok, de a férfiaknak is. Mondom, a másik típus az öltözőben, szégyellős típus, alsógatyában, boxerásóban vagy fürdőnadrágban zuhanyzós, megvan? Az is. Igen. Tehát akkor már inkább ne zuhanyozzál. Az megvan az a pasi típus, aki nem vetközik le, és úgy zuhanyzik. És tudod, hogy ott valami nagyon komoly frusztráció van. Tehát az őt sajnálod. Igen. De akkor miért nem zuhanyzik otthon? Tehát fürdőgatyába beállni 6 mesztelen pasi mellé. A csajoknál ilyen nincs. Tehát a csajoknál nincs fürdőruhám a zuhanyzás? Nincsen. Azért nem állunk be úgy. Nem. Viszont én is láttam egy olyan pasit, aki úgy ment be a zuhanyzóba, hogy csukodott ugye az ajtó, hogy közben megcsókolgatta az izmait. Tehát, hogy ezzel emeltem ma, ezzel.
Egy igazi alfahím volt, és végig csókolgatta magát, ezzel bement a zuhanyzóba. Hát nem volt rossz nézni. Láttam a férfiak arcát, így végsvenkeltem, mindenki le volt dermedve, ezzel neked köszönhetem, te ma is oda. Csinálta. Hát ez nem tudom. Hát én kinéztem belőle, hogy nem. Ilyen is van. És olyan van, hogy kiszúrott, hogy valaki stiről? Mert nekem volt ilyen. Tehát bementem öltözni, elmentem zuhanyozni, és azt vettem észre 8 perc után, hogy a csávó mindenhol ott van, ahol ott vagyok. Jaj. És elkezdtem vetközni mellettem vetközőt. Elmentem a mosdóhoz, jött mellettem a mosdóba. Elindultam a törölközőhöz, hogy így jött. Zuhanyoztam, együtt zuhanyoztunk. Kimostad a szemedből a szappalbot ott. és nem szólt meg, végig minden egyes, ahogy átmentem a különböző fázisokon, folyamatosan jött utánam. Tehát nincs ilyen, aki mondjuk ugye a saját neméhez vonzódik, vagy kíváncsi. Én itt arra gyanakodtam, hogy 10 perc után vettem észre, hogy ugyanazt az arcot látom 1 méterre tőlem. És folyamatosan jött a pacák egyébként. És ez nem... csak azért volt, mert nem találta a Ferit. Mert valójában minden bejegőt kell. Igen, már várta, hogy megszólít, mond valamit, kérdez valamit, és nem. És tirölt, és nézte, hogy öltözöm, és végignézte, hogy fölöltözöm, tudod. És ilyen nagyon bizarr volt. Ez az. Egyébként. Csajoknál nincs ilyen? Á, tuti, hogy van. Nekem nem volt ilyen élményem. Tehát engem még így nem sír. Maximum azért, hogy nézd. Nem volt ilyen. Nem. Aha, tök jó egyébként. Mennyire tipikusan férfi gondolkodás mód, hogy minden, ami velünk történik, undorító, minden, ami az Annával történik, az izgalmas. Az izgalmas. Juni, te edzel, vagy csinálsz ilyet? A férfi és a női öltözőbeli különbségeket taglaljuk éppen, hello. Én szoktam kukucskálni. Te kukucskálsz? Hát úgy, hogy a szemem sarkából. De mi stírolod a többi nőt? Meg, hogy? Hát, hogy megnézem magamnak. Megnézed magadnak? Meg, tehát, hogy igen, úgy nyilván nem állok és bámulok bele, miközben tusol. De megnézed a fenekét? Hogy megnézem milyen? A fenekét, megnézem a cicijét, megnézem a combját. Nagy és hunáját is megnézem. De mi? Hogy milyen? Hogy jobb nő-e, mint te? Igen, és akkor úgy szorzok, hogy hány éves lehet, lehet-e már gyereke, akkor magamra nézek, azt mondom, hogy akkor én sokkal jobban nézek. Ha, jaj, igen, gyűjtöd magadnak a jó pontokat. Így van, pontosan. Tehát, hogy azért ez fontos. Még ilyen nekem is volt. De nem úgy, hogy csekkoltam, csak egyszer ki... Jó, neki már van 2 gyereke, csak egy. Nem, kijött egy férfi mesztelenül, és nem hittem el, amit látok. És mondtam, hogy gondoltam. De ez elő vagy hátul volt, amit most mutattam? Elő. Ez mi? Ez Feri. Ez melyik volt a csukjás izom? Nem, ilyet nem. Egyik ötök se látott ilyet. Tehát így könyvbe lábadt a szemem. Szakaládi. Figyelj, konkrétan azt hittem, oda megyek, hogy gratulálok neki, vagy elkérem a receptet. Nem hitted el. Nem hitted el, és az volt, hogy törölközöl, és visszanézés, lát, ott akkor öltözöl, felveszed a és még mindig. Jobbra-balra behorpadtak az öltözőszekre egy ajtó. És még mindig, pedig és még tényleg feleségem vagy gyerekem, de nem, de egyszerűen az a pillanat, amikor nem hogy nem tudod levenni róla a szemed, hanem amikor így zavartan elnézel, de van egyfajta ingeret, hogy visszanézél egy pillanatra, tehát átadnád az Oscar-díjat, gratulálnál neki, és azt mondtad, hogy megvagy. Tesó. Na jó, akkor megkérdezem. Figyelj, ne haragudjál, de most tényleg megkérdezem, hogy ez is. Ne haragudj, hogy? Szoktad mérni? Szóval ez szerintem döbbenetes. Na jó, de akkor csajok is csekkolják egymást. Hogy? Hát én biztos, hogy csekkolom. Szemem sarkából nem feltűnően, de azért végig szoktam nézni a nőket. De középiskolás korotokban ti fürödtetek együtt fiúkkal? Hát persze. Hogy ne? Tornaóra után. Van ilyen, persze. Egy tus alatt szerintem egy kicsit bizarr. Egy tus alatt. Hogy egy rózsából folyik, és akkor ott nem, hát az nem volt. Mit ilyeneket túl vagytok? Nekem egy nagyon ilyen, annyira, de a mai napig megvan bennem az emlék, a Szekeres Nórával tusoltam így együtt egyszer egy ilyen nagy balatonozás után, és hogy konkrétan zavarban voltam ott mellette állni, pedig én akkor nem... Bejött a Nóri? Mi? Már csak kérdezem. A nő a nőnél mitől van zavarva? Tehát, hogy jobb nő vagy? Igen, mert látványosan nagyon csinos. Aha. És hogy akkor, tehát, hogy ott annyira pőre ő is, meg én is, és hogy ott akkor már nincs mit takargatni, és amikor azt látod, hogy ott áll melletted egy ilyen Vénusz, aha, és te nem vagy jó, Vénusz. Hát az ember automatikusan hasonlítja magát, persze, de hát ez nem baj, szerintem. Tehát ez benne van. Én Willendorfi Vénusszal zuhanyoztam már. érdekes helyzet ez egyébként. Az öltözés, a közös pisilés, a piszuára, a bámulás, de nagyon sok ilyen élethelyzet van. Én nem vagyok pisíri, tehát, hogy én, én simán pisilek. Bárkivel megosztott szívesen. Hát nézem erreves tőled. Igen. Tehát nem tudom, nekem a pisilés az... Na jó, de nektek van ajtó. Van ajtó, nektek persze. Van ajtó. Hát próbálj meg egyszer állva egy ilyen piszuára így föltelepedni hátulról, és úgy kérdezd meg, hogy egy nő melletted mondjuk fölüljön hátulról a piszuára. Hát szerintem azért akkor pisíri lennél. Tehát, hogy az érthető?
sose kellett még piszoárba pisilnem. Talán ez lehet az oka. Én mondjuk, amit elképzelhetetlenek tartanék, az azt, hogy úgy nagy vécézzek, hogy valaki ott ül mellett. Jó, hát az érthető, de persze. Igen, hát azért de vannak ilyenek, de hát azért én már láttam egy-két olyan felvételt napjaink latrináiról, ahol hát van Ázsiában, persze. Oroszországban, de az más kultúrkör, ha így nősz fel, akkor megszokod. Hát tehát ez egy más hagyomány. Ide születtem. Persze. Akkor tök természetes. De meg egyébként mit dumálsz a mesztelen szaunázásoddal, az nem ugyanaz, hogy ott ültök és lóg, aminek lógnia kell? Nem úgy, a mesztelen szaunázás az nem ilyen. Tehát, hogy valahogy akkor ott az ember ezt jobban bevállalja, meg letakarod magad egy ilyen szauna lepedővel. Nem, azért az nem úgy néz ki, hogy én ülök egyedül a szaunában egy angol spárgában, és te bejössz, hello Ferry, dobsz egy blendét, tudod, és akkor ott ketten angol spárgában megvitatjuk. Ezt figyelj, fejenállás! Tehát, hogy azért az osztrákok nagyon-nagyon durván átszólnak, ha például te bemész ruhába, tehát az ott szentségtörésnek számít, de Magyarországon azért eltakarhatod magad egy szauna lepedővel. Tehát abban nem köt bele senki, rajtad van. Tehát azért nem úgy vagy, mesztelenül ülsz a fán, és akkor utána valaki bejön. Tehát azt szerintem ott azért van lehetőség arra, hogy eltakard magad. Na jó, nagyon sok SMS jött, mindjárt megnézzük, hogy ki mit gondol, férfi öltöző, női öltöző. Jó, rengeteg hozzászólás jött, nagyon sok hallgatónk edz, és hát vannak tapasztalatok, hogy mi a különbség, vagy mi a hasonlóság a férfi és a női öltöző között. Morning Show. Klassz FM-en. 3:10 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jött nagyon sok SMS, ugye férfi öltöző, női öltöző, mik történnek, ki a szégyellősebb, miért könnyebb a nőknek, miért nehezebb a pasiknak, erről beszélgetünk 9 óra után. Ugye rengetegen járnak sportolni, hát mindenkinek van élménye igazából, hogy mi történik egy ilyen öltözőben. Ide egy hallgatónk, egyszer egy öltözőben valaki rácsapott a fenekemre. Amikor ránéztem és ő is visszanézett, láttam a döbbenetet az arcán, majd zavartan közölte, azt hitte, a lánya vagyok. Van egy női öltöző, igen. Pár hónapja jártunk a férjemmel, mikor náluk voltunk vendégségben, és a sógorom nyitott ajtónál kakilva beszélte meg a barátnőjével a nap történéseit, majd rám köszönt, hogy hello! És te is itt vagytok! Igen. Haverom sírva mesélt a palack farkú paliról, a munkahelyi zuhanyzóba. Traumatikus élmény volt. Várják, hogy merre felé fa, érted? Mindenkinek gyerek. Démon. Igen, férfinői öltözően mindenkinek van traumatikus élménye. Konkrétan a csapattársam azzal játszott, hogy a fél literes kulacs aljára leért neki. Ezt mutogatta mindenkinek. Viszont szűkszeljük kullas, tehát be tudta rakni. Igen. Csajkoleszban laktam egy évig, volt olyan lány, aki egyrészes fürdőruhában zuhanyzott mindig. Édesem, hát ő valószínű, hogy meglehetősen gátlásos volt. Sziasztok, az úszodákban, strandokon is van ilyen magamutogató ember, legtöbbször 60 év felettiek mesztelenkednek az öltözőben hosszú ideig. Közel 30 évesen a mai napig egy pillanatra megállok a fejlődésben. Én meg nagy szemérmesen elbújok a tűrcsi, aláírja Anna Mari. Egyébként igen, az idősebbekben, akik edzenek, úszodába járnak, ott már valahogy úgy olyan minden. Igen. Nálunk a 40 feletti nők jönnek, mennek percekig mesztelenül, és nem jó nők. Nekem az a nagy trauma, amikor a szaunában tök pucéran terpezben ülnek a 60 éves mamák, írja valaki. Én focizom, 15-16-an szoktunk együtt zuhanyozni. Egy zuhanyzó van, gondolom. Az egyik csapattársamnak akkora van, hogy ezredesnek hívjuk, és tisztelgünk, amikor belép a zuhanyzóba. Megyük, ez jó. Ez az úr! Szép napot! Előjáról érkezem! Aztán egy nagyon kellemetlen típus, amiről beszéltünk, a haverom mesztelenül nyújt az öltözőben. Azért az nagyon kellemetlen, amikor mesztelenül nyújt. Te meg ott ül szipőt, kötsz és a blendert. Mi van? Igen. Nálunk a kollégiumban voltak srácok, akik alsógatyába zuhanyoztak, mert hogy nem mertek levetkőzni. Menjetek ki az Oktoberfestre, ott a hosszú asztalok alatt van végig egy vájú. Ez legenda. És nem lábtörlőként szolgál. Nem, én nem voltam még soha, van ilyen? Nem tudom elképzelni. Ülsz, sörözöl és közben előveszed az asztalt. Á, nem. Nagyon, és nagyon. A szembelévőnek meg lebrúszol az ahatja. Igen, az ötödik korsosor után már nem célzol olyan jól. Többen megírták, hogy ez egy létező jelenség, én nem voltam. Én sem voltam. Elhiszem, de fura lenne, hogy ki sem ész most dobba, csak ott egyszerűen az alattad, ott megcsinálták a kivezetést. Nem már. Vagy cső van mindenkinek derék magasságban, és be kell dugni. Igen. Sziasztok, Morning Show, hallgatom az adást, nekem is van traumatikus élményem. Fütyörészve álltam egy piszuárnál, várva, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Mellé lép egy idősebb forma. Ő teszi a dolgát, egyszer csak átszól. Na, ezt fújd meg, köcsög. Mondja valaki, hogy a férfiaknak Jézus. Milyen könnyű. Mi a férfiaknak milyen könnyű, ugye? Vele megesett, hogy egy haverom, akinek amúgy barátnője van, pisilés közben a piszuárnál átnézett az enyémre.
A fejét fordította, és a nyakát nyújtogatta. Kacsa írja, hogy azért vannak kíváncsi férfiak, aha, akik úgy átbámulnak. Valóban traumatikus az élmény, egyébként nem könnyű. Pedig megértem. Dolgozom, feldolgozom, most már könnyebb, hogy ennyien vagytok velem. Így van. Igen. És hogy egyik a másik után évről évre. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon.